és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel. Hello mindenkinek. Hello Feri. Hello. Jó reggelt. Hello drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk újra együtt mindenkivel. Legalábbis kettecskén még mindig. Együtt. Együtt az túlzás, majd holnap kiegészülünk, aztán lehet megint szétválunk, nem tudom még fizikailag milyen formában vagyok, már egy pár napja forgatok. Már azt elesett, hogy mikor érkezik János, hogy tovább lehessen aludni. Hogy aztán én el tudjak jönni. Nem, ha bírom, akkor nem akarok hiányozni. Csak én már a húsvét egy részét már új barátaimmal, illetve régi barátaimmal töltöttem a stábban. Nincs ott egy ember, aki azt mondja, hogy gyerekek, állj, tovább. Hogy értem, hogy sikerprodukció, értem, hogy az emberek vágyják az újat, de hát húsvét van a kutyafáján. Itt nincs ilyen, ez kőkemény. Ez kőkemény, eló, ezek a fiúk nem viccelnek ez oda. Komolyan, a Kolos ilyenkor benn van? Nincs. Mondjad neki, hogy Péter, gyere Péter, be te is. Gyere nézd végig te is a forgatást. Igen, egy vasárnapot üljél ott, meg egy hétfőt, ami húsvét, amikor mindenki locsol, amikor mindenki iszik, eszik, te gyere be velünk. Igen, megkérdeztem, azt hiszem azért van, mert hogy ugyanabban a stúdióban forgatunk, mint a heti hetes, és akkor mi végzünk csütörtök este, gyorsan kipakolnak, és aztán már épül a heti hetesnek a díszlete, közben a másik oldalon, a nagy stúdióban megy a szombat esti, hát figyelj, nagyon-nagyon nagy ipar. Őrült nagyiparban nyomjuk. Csinálják azt, hogy csütörtökön ti végeztek, este mint én 8-kor, akkor üljenek be csak fordítva a te díszletedbe. Igen, azt kéne, forgó díszletet. Egy ilyen heti hetes tízét fölrakni, egy táblát tartson két csinos nő, bikiniben, mint a boxmérkőzéseken, tudod, akikben a... Igen, és átfordulnak. Ennyi, átfordul, leforgat, hazamegy, és reggel már mehetsz te megint. Komolyan, nem kell. Voltam az angol MTV-nek a stúdiójában még, amikor Viva TV-ztünk, és akkor kihívtak minket egy ilyen gyárlátogatásra. Hát azt tudni kell a Viva TV-ről, hogy egy társasház padlás terében 100 négyzetméteren készültek a műsorok egyetlen egyszer Blue Box stúdióban. A Blue Box, amikor ugye ilyen kék háttér van, és arra rá lehet vetíteni mindenféle dolgot. Ha pedig stúdió volt, akkor kipakolták a kék függönyt, és bepakolták a díszletet. Mindez egyébként egy díszletest csinálta. De pont elég volt. De pont elég volt, ez volt a magyar, Zenetévé egy 30 négyzetméteres stúdióban, egy 100 négyzetméteres területen voltunk. Abban 30 volt a stúdió. Kihívtak minket az angol MTV-ben, és mondták, hogy nézzük meg. Képzelj el egy ferihegyi hangárnak a háromszoros méretét, ahol a különböző komplett nagy, akkor még ugye a Rékox, meg nagyon sok mindenki nagy név dolgozott ott, műsorok úgy bevilágítva, hogy a hangáron belül 4-5 különböző szett fölépítve, és amikor megnyomott az ember egy gombot, akkor az egyik világító szett így átvonult a Rékox stúdió részlegébe, és bevilágította azt. Akkor mondta, hogy akkor átállnak ide, akkor átment akkor oda a világítás. Nyomás. Nem volt díszlet bepakolás, kipakolás, hanem egy hangárban 6 komplett díszlet volt fölépítve, és a műsorvezető csak megtalálta, hogy neki most hol van a szettje. Hát amerre világított, igen, arra mentél. Oda besétált, és ott volt. Álltunk. Néztük, kéz a kézbe sétáltunk. Nektek 30 négyzetméterek van, ők felrögtek. És mondták, hogy ezt nem értik, hogy. De hát mondtuk, hogy hát kipakolunk, bepakolunk. És akkor ők ezt így csinálták, és az egy zenetévé volt. Hát képzeld, mi van ott egy angol ITV-nél, vagy tehát egy BBC-nél, mondjuk az ugye közszolgálat inkább. De hogy nyilván döbbenet. Na mindegy, itt is van azért 1-2-es stúdió, de én már tegnap nagy erőkkel a Népért dolgoztam. Forgattam, megöleltem kis családomat. És meglocsoltak legalább a játékosok? Vagy te hát őket, ugye valami? Ezek már május végi adások szinte. Már nem adásban, hanem úgy. Nem, nincs ölelés, nálunk ilyen, hogy egy ilyen. Minden játékosnak külön versikét mondtam, hogy nem, mert öltözőről öltözőre jártam. Megkofozgattad, hogy jaj, tucikám, mindjárt igen. Forgatunk, jó lesz, meglásd. Igen, ez így volt. Úgyhogy, de nagyon, ma pedig negyed-négykor sikerült fölkelnem. Miért? Kirobbantam az ágyból, és azt mondta, várnak az én barátaim, a hallgatók, úgyhogy jönnöm kell. 4:45 óta fenn vagyok. És mikor feküdtél le? 11 körül. Tök jó. Király. Még 10 órakor éjjel a kocsit szereltem a sötétben. A tiédet? Vagy a szomszédet? Vikét. De mit kell neked? Miért kell neked szerelni autót? Hát mert leállt. Akció volt, zárlatos lett az akció, valószínűleg egy cellazárlat van. De mindent megfejtettem. Ennyi. Mert bemértem, kimértem, rájöttem. És húsvét hétfőn honnan szereztél aksit? Sehonnan. Jó, majd ma. Mondtam a Vikinek, se tegnap nem mész sehova, mert hogy rabu rejtett a ház, se ma.
de ma van egy nagyon kedves villamossági ember, aki ott majd ma 10 órakor előáll egy új aksival. Kihozzák, most már olyan van. Igen. Lehet, hogy aksi segély. Bikáztam, pajzsot iktattam ki, elemlámpával a szájamba világítottam, aksisarút szedtem le. Nagyon láttál volna, nagyon büszke lett volna rám. Ez nagyon szép, és főleg úgy, hogy egész nap forgatál, hazamész, és utána még a feleséged autóját csinálod. És utána mondtam, hogy gyerekek, ez nem várhat. Úgyhogy aztán még este kijött egy villamossági ember, és akkor ő mondta meg, hogy... Hogy de várhat. Igen, de várhat, de ez az aksi, innen már nem megy sehova. És van neked a garázsban ilyen kis szerelőaknád is, meg minden? Tehát, hogy a teljes műszerezettség, a falu szerszám... Begurulsz a kocsival, lemegyek az aknába, megnézem, hogy mi helyzet, gyertyákat cserélek neked, ott van a falon az összes kulcs, 8-astól a 22-esig. Aha. Minden. A 8-as mindenem kulcs, van. Majd azt megnézem, a 8-as kulcs. Nincs olyan 8-as kulcs? Hányastól kezdődik? 10-12-es? Van kisebb, de talán pont 8. Nem tudom, majd megírják az aki, de valamelyik ott nincs a sorban. Nálunk is volt mindig akna, ez faluban nagy divat volt, hogy mindenki arra gondolt, hogy majd szereli az autóját, de nem arra kellett, hanem mondjuk krumplit oda vermelték el. Oda berakták. Igen, a krumplit? Persze, mert az nem fogyott meg, de azért mégis hűvösben volt, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Na és volt azért húsvétolás? Volt, persze, vasárnap. Húsvétoltunk, meg szombaton is jött a rokonság, meg mi is mentünk, meg családi rendezvény volt, meg gyereknek eldugtunk ajándékot, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Megkapta a kis bringát. Ó, de jó. Hát az apukája nincs tisztában a colmérettel. Mekkorát vettél? 16-osat sikerült, gratulálok. Úgyhogy a gyerek az úgy biciklizik, hogy a pedálra se ér le a lába. Tehát mindig akkor hajtja, amikor a pedál pont fönt van, akkor megtalálja a kis lábával. Úgyhogy a nyuszi majd ezt most visszaviszi. Aha. És teljesen feltűnésmentesen egy kisebb bringára cseréli, természetesen úgy, hogy a gyermek erre nem adott felhatalmazást. Ha, de jó, de akkor színre is mintázott. Színre méretre felhívtam még másnap az embert, fia, nagyon nagy baj van, szerezzetek el ebből egy 14-eset, a gyerek nem engedő, hogy még csak meg se közelítsem a bringát. Mert ő imádja, hogy van új bicikli, végre lehet bringázni. Ő nem tudja, milyen az, amikor valójában jól használsz egy biciklit, mert ő ugye most ült át a futóbringájáról a négykerekűre. Most attól félek, hogy ha sokáig nem cserélem kisebbre, aha, akkor ugye a futóbringa után ő elfelejti. Mert most van két bortkerék. Ja, igen. Tudod? Aha. Úgyhogy most szólni kell a nyuszinak, hogy nagyon gyorsan cserélje ezt vissza. De ha igazi profi vagy, akkor leveszed erről a pótkereket, és hagyod érvényesülni a gyereket. Most az jó, se a lába nem érne, se tekerni nem tud, és seprűt se teszek. Igen, semmi. Nem. Azt mondod, ne kéne benni, üv, kapaszkodj fel, mász fel a hegyre, és amikor fenn van, akkor egy mozdulattal így elengeded, és ez a tekeri, old meg. Gurulj le, egyensúlyoz. Úgyhogy a nyuszi meghozta a bringát, hát a nyuszi nem annyira ügyes. Úgyhogy, de ráfogtad. Igen, nyuszinak még tanulnia kell a colméretet. Azt mondták, 12-es a futóbringája. Igen. És azt mondta nekem az eladó, hogy a 14-est mindenki átugorja. Mindenki 16-ossal kezd. Mondtam, mi? Ide nekem a 16-osat. Ide a nyúlnak a 16-osat. Ide a nyúlnak a 16-osat. Úgyhogy nem. Aha. Nem volt ügyes a nyúlna. De örül a Beni. Nagyon. Hát akkor a legboldogabb gyerek a világon. A ment a kis tekerőjével, leért, balra a kerék, jobbra a kerék. Hát én is így kezdtem egyébként. És figyelj, egy 2 évet kell várni, és jó lesz a bicikli. Nem többet. És egyébként igaza van, a csávónak most beruházol egy 14-esre, egy év múlva jön a 16-os, mi a francnak? Ezt az 1-2 évet átugorja a Beni úgy, hogy gyakorlatilag soha nem ér le a lába. Gyakorlatilag csak betonon tudsz vele menni, sehova nem tudsz menni, mert a futóbiciklével a nagyobb kövön is tudott menni. Tudod, tehát ott azzal tud rohanni. De itt sehova. Meg a kiskerék megakadt. A kiskerék leakadt, tehát sehova nem tudsz menni, csak betonúton, a gyereknek nem ér le a lábam. Na mindegy, figyelj, azt mondta, ezt ilyen 6 évesek használják, mondom. Nagy ez a gyerek. Idenek. Nagy ez a nincs, gyerek. Nincs, ez magas ez a gyerek. Ez a gyerek nem olyan magas. Úgyhogy visszacseréljük. Akkor bevás, mindenki bevásárolt a bringával, én is lecseréltem. Cseréltetek? Jól nálunk is lecserélt a Somáit. Futott? Mert neki ilyen, nem, ő már bringázott, de ez a nagyon kiskerekű volt neki, és amikor mi együtt mentünk 3-an vagy 4-en, akkor ő szerencsétlen 5000-et tekert egy perc alatt. Aha. Ugye, tudod, az 12-es akkor, nem? Az még a kicsi kiskerekes 12, én is vettem egy 14-eset, egy gyönyörű Raptor, ez van ráírva, amit nem értem, hogy miért kell rárakni egy ilyen... Raptor? Egy rajta is van egy velociraptor? Egy velociraptor van rajta, tényleg? Amit én így nem értek, hogy miért kell feltétlenül. Látom, mindegy, szép zöld színű, úgyhogy a gyerek imádja, és hát nekünk a 14-es, az pont még úgy van, hogy ha egy picit így oldalra dől,
akkor még az is nagy. Hát akkor igen, akkor leír a lába, de ő a kicsi már tudott, tehát azon már el is indult, azon ment a kétkerekű tudott tekerni. És most, pont a kettő között van. Hát de olyan meg nincsen. Olyan nincs. Olyan meg nincsen, úgyhogy most teljes leeresztés van, már hogy ülésileg, és az van, hogy a gyerekkel újra el kell játszatni azt, hogy betolod. És mondta neki, hogy Benny, vagy Benny? Benny. Úgy hívod? Én szólítom, mondom, én Somának hívom. Mondom, mondom, Soma, figyelj, ez nem állapot, hogy már el tudtál indulni egyedül, és apának megint lögdösni kell téged. Figyelj, megtanulunk úgy elindulni, hogy ahol van a járda szegély, oda te fölállsz, az egyik lábaddal átszállsz, és akkor nagyon... És a járda szegélyről, mint és a... És indulsz, mint a nagyok. Az első ilyen járdaszegélyes ügy az az volt, hogy bal oldalon volt a járdaszegély, a Soma átült a bringára, majd egy nemes, ám annál egyszerűbb mozdulattal átdőlt a másik oldalra. Átesett a másik oldalra, mi? És így feküdt, és kérdezte, hogy apa, így jó lesz? Mondtam, majdnem, kicsit még gyakoroljuk. Sapkában nyomon? Vagy sisakban van? Igen, bár tegnap elkövettük azt a hibát, hogy elmentünk, mert elmentünk Velencére, olyan jó idő volt, meg húsvétoztunk, ott volt mindenki, és aztán elmentek a rokonok délbe, és mondtam, hogy na most már jön a férfiak ideje, gyere, megyünk egy nagy kört. És a feléné vettem észre, hogy... Hogy is veled a gyerek? Hello? Hogy egy 10 perc elhagytad a gyereket? Nehogy is. Nem, előttem Soma, meg. Olyan csendes vagy itt, vagy mi van veled, gyerek? Nem hallom a hangodat. Gyere, nyomjuk. Na, gyere, ezen az emelkedőn felmegyünk. Jó tempót megyünk, mi? Nagyon jó vagy, Soma. Meg sem tud szólalni. Na, hátra ne kelljen néznem. És kiderült, a gyerek 8,5 órája nincs már veled. Nem, meg volt, csak a sisakot nem vettük föl, és ő szólt, hogy apa, ebből baj lesz. Mondom, milyen baj lenne, mindjárt hazaérünk, de hogy nem az lesz a baj, hanem hogy anya kiabálni fog, és így is lett. Mama ugrik a sisak nélküliségre? Persze, de igen? Igaza is van. Mert mindig azon gondolkozom, hogy tulajdonképpen mi is úgy nőttünk fel, hogy nekünk nem volt sisak. Igen. De nem volt ennyi autó. Ezt szoktam magyarázatnak mondani magamnak. De nem is az autó miatt kell szerintem, hanem az, hogy elvágódik, nem? De most mi is elvágódtunk. Igen. De? És nem volt sisakunk, és nem is érdekelt senkit. Anyánk azt mondta, hogy gyere haza, nagyon összetörted magad, akkor majd a szomszéd bácsi hazahoz, ha arra jár. Vagy nálam legalábbis ez volt. Na jó, de mondjuk 80 éve bukott sisak se volt, aztán azért csak fölveszed. Na, jó, de bringálom. Hülye hasonlat volt? Igen. Szerintem egy kicsit, hogy nem mész olyan gyorsan bringával, vagy mész. Ne, én mindig attól félek a Beninél, amikor a futóbringájával megy, hogy ugye előre esik, és a járda szegélybe beleveri a fejét, tudod? Tehát csak ezért kell. Ha már autó jön, az már nagyobb baj. Tehát, hogy inkább az, hogy előre esik, tudod, és valaminek neki esik. De nálatok volt a harmadik kerületben járda, nem gyerekkorodban, mert nálunk vidéken, hát esettél akárhova. Hát te szédültél a betonon, felálltál rá, hihetlen nem értetted, hogy miért ilyen egyenes, meg szédültél. Mindig úgy volt, hogy akár mentél bringával, mindig volt egy szén a kazal, és akkor abba estél. Tehát, hogy nem tudtál nem puhára esni. Nem tudtál nem puhára esni. Nálunk volt ott a harmadik kerületben, igen. Belenéztem ebbe a Forma 1-be, gyerekek, nézted? Nem. Hát volt? Azon kívül, hogy a kínaiak nem tudják, hogy mikor kell leinteni a futamot, ez egy dolog, mert hogy valaki, hogy megfogott egy kockázászlót, az gyorsan leintette, még nem volt vége a versenynek, de leintették, nagyon nagy formát. Óriás. És meg is álltak? Nem, ilyenkor van valami olyan szabály, hogy ha leinted a futamot előbb, mint ahogy vége kellene lenni, akkor a két körrel előtti állást veszik végeredménynek. Aha. De hogy ezt így nem tudom elképzelni, hogy megy. A legizgalmasabb része ez volt egyébként, hogy előbb intettek le a futamot, hogy ott valaki áll, vagy hogy van ez, hogy valaki számolja, hogy egy kör. 2. 26. Nem, 25. 27. Kivelftás, baj van. 26. És egyszer csak leintették a futamot, és senki nem értette, hogy hát még van egy kör. Vagy talán másfél. Fogta az öreg, megfogta, belengedte a kockázászlót valami szélütéses. Lehet, hogy gyakorolni akar. Óriási forma. Hát, figyelj, ha én egyszer le akarok inteni egy futamot, csak így, hogy egy körrel előrébb. Hát mekkora? Menjetek, nem? Itt a vége. Leintették egy körrel előrébb. De hogy ez milyen tökudalom ez a Forma 1, tehát legközelebb meg is mondom a szülőnek, hogy csináljanak valamit. Már most is megmondtad, hát egyébként, valami... csak szólok. Hogy mert... Finoman jeleztem? Igen, már pénteken mondtad neki, hogy beszéltünk vele, hogy nagyon jó, ez aranyos, hogy megint az van, hogy az első helyet tudjuk, hogy ki a többié meg lehet izgulni. Hogy ez annyira dögunalom, hogy az valami felháborító. De végignézted, vagy csak ezt? Nem, belenéztem, gyerekkel játszottam, kimentünk digázni, visszajöttem. A legizgalmasabb tényleg az volt, amikor a Fettel megelőzte a Kobayashi, és a Fettel beszólt a rádió, gyerekek, vicceltek velem, hülyék vagytok, hát miért előz meg? Két kör múlva úgyis visszaelőzöm. Vagy a Ricardót a Fettel nem akarta elengedni. Tehát ilyen nagyon izgalmas pillanatok voltak. Kis kakaskodás. Dögunalom. Nem nézted? Nem, én nem. Én nem megmondom neked, hogy én egy éve nem néztem Forma 1-et. Körülbelül valahogy most engem már nem érdekel. Pont ezért. Nincsenek nagy dolgok, nincsenek nagy történések benne. Ugye? Úgy mindenki egyformán szerethető, nem tudsz ilyen nagyon, nagyon csapathoz állni. Egyszer jó sikerül az autó, akkor mennek. És ki nyert? A Hamilton. Hamilton? Nem csinálta? Hamilton bácsi. Aludt egy jót közben, szerintem. Tehát finoman egyszer túl is csúszott egy kanyaron.
aludt egyet, de hogy tényleg egyébként, na mindegy. Viszont nem kell gubát köhögnöd. Djoko nem jutott, se Nadal, úgyhogy képzeld el. Djokot Roger intézte el, csak azért mondom finoman, hogy egy Roger Djokora fogadhattunk volna, sajnálom. Aha, azt mondom neked, hogy ez a tisztelet az öregek iránt. A tisztelet? De ez a tisztelet az idősebbek iránt. Djoko úgy döntött, hogy még utoljára hadd száguldozzon ez a Roger nevű fiú, és akkor elengedte. Tessék meg. Igen, úgyhogy nem kell, nagyon számítottam rá egy 10 gubát Balinak kiköhögöd. És Nadal? Nadal pedig a Ferrer verte. Úgyhogy sima kétszedben, úgyhogy Djoko Ferrer kiesett, Roger döntőbe jutott, ott viszont egy svájci házi döntőn belül Wawrinka háromszedben finoman parkolópályára tette az öreget, de Wawrinka gyerek egyébként egyre jobb. Na, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Úgyhogy nincs guba köhögés, megúsztad. Nem én úsztam meg, te úsztad meg, hiszen hogyha Nadal és Djoko összejön, akkor a Djoko nyer. Igen. Vagy nem. Nem. Valószínűleg egyébként nem, már ez a Ferrer gyerek is egyre ügyesebb azért salakon, most már hosszú idő után meg tudta verni a Nadalt, viszont szerintem Djoko lesérült, úgyhogy valami hosszú pihenő idő vár rá, mi? Nem is tudom, hol voltam, lehalkítva néztem, és láttam a mozgását, valamit csináltam, de láttam a mozgását, hogy valahogy nem olyan, főleg a második szedben. Doktor úr, köszönjük szépen. Igen, de már szemre. Olyan enervált volt, nem ütötte, nem játszott, az első szed még szoros volt, de szerintem lesérült. Nem, hogy elment a kedve? Roger után? Nem, ott valami történt. Á, komolyan, már egy jó ízűt fogadni se tudunk, valami baj van velünk. Figyelj, jön a Garros, utána azonnal indul a Wimbledon, úgyhogy meg lesz ez még, ne aggódj. Jó, de ilyenre fogadni két olyan játékosat tettünk, akik nem jutottak, tehát konkrétan nem jutottak el odáig, hogy döntőt játszanak. A világ két legjobbjáról beszélünk, vagy jó, mondjuk az első három az éjükben. Benne, hogy ne, abszolút. Még Rozsét beleveszünk, akkor megvagyunk, és erre nem tudunk egy... Nem baj. Nem baj, nem kell köhögni egymásnak. Ez a lényeg. Jánosunk még mindig Szabin? Igen. Hello, Köveskál, Budapest hív. Jó legyél, Jani, ma jönnek vissza szerintem. Na most, hogyha ma jönnek vissza, ugye kettő napot készültek az odamenetre, akkor a húsvét a tegnapi nap már azzal telt, hogy már a visszaútra készül. Igen. Tehát mikortól van Szabin? Szerdától? Tehát szerda csütörtök autóellenőrzés, péntek indulás, péntek odaér, szombat vasárnap ott lét, hétfő felkészülés a hazautra, kett hazaút, szerda munka. Így van, holnap már jön. Tehát az egy hétben egy két nap bruttó pihenés. Na jó, de biztonságosan értek oda, és biztonságosan mennek haza is, úgyhogy állítólag látták Janit a Balaton környékén, többen jelezték ezt, így van. De hol jelen? Neked? A Facebookon keresztül írtak, hogy itt volt a Jani, aztán, hogy az igaz vagy nem, azt nem tudom, de voltak mindenhol Köveskál, déli part, amit meg lehet nézni, azt megnézték. Abban a másfél napban. Há, persze. Egyébként egész jó kifogták, mert ott is jó idő volt már tegnap. Igen, fürdeni még egy kicsit, hát szerintem talán erős. Tehát Virág valószínűleg sokszor nem volt vízben. De a tavaszi szünet még nem is arról szól. Viszont holnap már lesz, vagy csak csütörtökön lesz? Nem, holnap már suli van. Már ilyen csak? Igen, holnap kipihenten, a Jani 16-os cukorral, meglátod, elpusztítva a balatoni cukrászdák össztermését, Jánosunk már van. Dobunk neki SMS-t, hogy holnaptól ő van. Holnaptól ő játszik, ő beszél, ő vezeti a témát, ő hozza, és ő készül. Na, nézzük akkor, hogy mit írnak a hallgatók ikorra reggel, ki van velünk, ki van itt, vannak már közlekedési híreink. 6 óra után jött egy-két perccel az M1-esen a határ felé a 115-ös Könér rendőrautó figyeli a forgalmat, Baumi küldte nekünk. Utálom a húsvétot, írja egy hallgató, háromszor mostam hajat, és meg kellett tisztítanom az ablakot, éljen megint Bélát, a szomszéd a másik házból. Aha, igen. Van most egy ilyen SMS írónk, ezt észrevettem. Hogy zavarodott SMS-eket? Kicsit. Több is van. Nem tudja, hogy merre van elő. Több is van. Mi az Isten az a futóbicikli, kérdezi valaki. Hát ez egy kerékpár, aminek van kettő kerepke, de nincs hajtása, tehát a pedál és a láncrendszer hiányzik. Igen. És arra jó, hogy ráül a gyerek, két oldalt a lábával hajtja a földön, és sokkal könnyebben fog átülni a bringára. Nincs pedál, csak körülbelül fut a gyerek. Igen. És az ő kis lábacskájával hajtja. Így van. Nos, gyerekek, kitalálzak le, Blond kérdezi. Tényleg mi van a múlt héti játékával? Semmi, megnyertük, mint a húzat. Hoztuk? Hát persze. Mennyire? 3-2? 3-2. 3-2 lett, Juli? 3-2? 3-2. Hát akkor visszaültünk alóra. Mi a legnagyobbak vagyunk már megint. Lehet arcoskodni. Bari, ez már a B oldal ír egy hallgató. Minél öregebb vagy, annál kevesebbet alszol. Ma holnap már lesz, sem kell feküdnöd, puszi Niki. Tényleg nálad nincs ilyen, hogy így fönt vagy előbb már? Nincs. Mert tényleg én is olvastam, hogy az idősek már egyre kevesebbet alszanak. Nincs ilyen? Alszol simán? Nincs, és hétvégén is tudok aludni. Tehát nincs az a késztetés bennem, hogy 4 óra van, megriadok. Én addig, amíg nem csörög az óra, addig gyönyörűen tudok aludni. Hétvégén is? Aha. Nincs ilyen, hogy fölkezd fél hatkor? Soha. Nem. Hétvégén fönn vagyok fél hétkor. De miért? Nem, és nem tudok visszaaludni. De olyankor azért fölkelted a családot. Azonnal mindenki. Hétvége!
Nem, direkt hangosan nézem a tévét. Ne, nem én ébresztem fölöket. Aludjatok nyugodtan, csak én nem bírok. Jó, nézem a tévét. Igen. Nem, nem hangosat rólok harca reggel 4-8-kor nekik, nem. Hát nem, be, abszolút, muszáj. Na jól van. Oké, lehet jelentkezni Óbán bácsira, Berunénire. Új hét, nem teljes hét, úgyhogy csak 4 napunk van arra, hogy elpopsizunk benneteket, de mindent meg is teszünk. Úgyhogy aki nagyon bátor, az jelentkezze játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggel, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk az időjárásról. Még nem nagyon beszéltünk, hogy milyen idő lesz ma, hogy öltözzön mindenki. Aki indul ma valahova, mindjárt nézem, hogy érdekes dolgokat mondanak, mert azt mondják, hogy ma még 17 fok, aztán holnap már 23. Gyönyörű. És közben pedig eső, zápor, zivatar, hevesebb zivatarok, jégesővel, főleg délnyugaton, lokálisan jelentős mennyiségű eső esett. De azt nem írja, hogy melyik lokális, ugye? Tehát, hogy hol a lokál. Azt nem, mert csak az, hogy a keleti szél élénk lesz a zivatarok környezetében, és 20 fok körül alakul a mai csúcs hőmérséklet. A tegnapival én elégedett vagyok, az nálunk nagyon szép volt, az előtte való pár napról ne beszéljünk, tehát délelőtt egy szálinkben álltál, délután be kellett öltözni, szakadt az eső, hát végül is te április van, tehát belefér, ha most ezt még a lokális megmondjátok, srácok, hogy ez hol van, akkor én nagyon boldog leszek. Hát ahol lecsap a vihar, ott hirtelen lokálisan sok eső esik le. Hát azt nem lehet megmondani. Szerintem azt így nem tudják, hogy most valahol Baranya megyében, nem tudom hol, ott egy kicsi kis mini vihar lesz. Észrevetted, hogy átálltál? Mit átálltál hozzájuk az időjárás jelen. Már ez megy, már te is csak izé vakítasz, hogy ahol esik. Igen, jó, de hol esik? Vagyok. De hol esik? Ez a kérdés. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink közlekedés fronton. Tata Hegyeshaló minden tekintetben tiszta. Sprinter Gaben küldte ezt nekünk. Trafi Pest felé az M2-esen. Ceglétől a 405-ösön, az M7-esen micsoda? Jézusom. Ceglétől a 405-ös, M0-ás, M7-es kiáró keresztbe is járható. Leteszem a szemöldököm, jó a műsor. Olyan jó lenne, a kicsit egyszerűbb játék, vagy SMS-ek jönnének. Nem, már egy közlekedés fronton. Bali, megnéztem a sorozatod első 2 évadját a hétvégén. Jó. Mondhatnám, nagyon jó. Várjál. De melyiket? Igen, ezt akartam én is kérdezni. A 4-et nézek egyszerre. Tehát, hogy így melyiket? Biztos a... Mindegy. Walking Dead. Azt nem nézem. Ja, az a Jani. Az a Jani. Az a Jani. Én Breaking Bad-et nézek, meg Trónok harcát nézek, meg Kaliforniát, meg most a 24-et, nem sokára ezeket, nem tudom, melyikről van szó. Na, új hét, új remények, hát, mármint a hallgatóknak mondhatom. Nem? Lehet, nyugodtan odavágtunk a múlt héten. Visszaültünk a lóra, úgyhogy egy újabb hét indul, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ildikó, hello, jó reggel. Hello, Ildi. Honnan hívsz minket? Kocsorról. Hoho. Na és hogy telt a húsvét? Mesélj, jó volt? Minden oké volt? Jó volt, igen. Hát, locsoltak? Jó volt. Hát, nem sokan vagy 6-an, de ma a munkahelyen fognak még, úgyhogy... De már ilyenkor nem lehet. Ilyenkor volt egy darabig a szokás, hogy a kedd az a lányoké. Emlékeztek rá? Hogy a lányok locsolnak? Igen, hogy nem a lányok. Eltorzult világ, hogy a lányok visszalocsolnak? Nagyon az volt, de megfojtottuk a kezdeményezést, tehát már nincs, de Ildikó, ma már ne hagyd magad. Hát, ha akarom, hagyom, ha nem, akkor is locsolok, úgyhogy... Na és jó volt? Jól telt? Gyerekek vannak? Örültek az ajándékoknak? Mi volt? Mesélj. Hát, sok gyerek nem volt, inkább csak a szomszédok. Szomszédok. Aha. Jól van, átjöttek, locsoltak. Igen. Ezt kikérem magamnak, azt a csokoládé mennyiséget, amit ilyenkor összehordanak. Hozzátok is? Jött én minden másikat elvettem a gyerektől. Mondtam, hogy a nyúl nagyon szigorú, nem? Nem? Adják nekem. Jó, ezt most a télapónak adjuk. Igen, ezt átmentjük, átmenekítjük. Ildi, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Nem á. Miért bántott szegény? Dolgozott tegnap előtt, egész ma nap bennállt a stúdióban. Holnap is. Ma megint megy. Csütörtökön is. Ildikó, legyek én és hagyom magam. Nem, Balázs. Nem engedsz? Nem. Kemény vagy. De te mindent megtettél. Én mindent bedobtam. Köztes volt. Na jó, induljunk akkor, Feri. 3, 2, 1, tessék! Ildi, hello! Hello! Itt vagy, Ildi? Rosszul hallak. Itt vagyok. Jól van. Buszon vagyok, lehet azért. Buszozol?
Buszon megyek dolgozni felé. Aha. Mit dolgozol? Egy beteg gyerekeket fogadó cégnél dolgozom. Nagyon sok mindent csinálunk fel, olyan fel? Beteg gyerekeket mi? Foglalkoztató cég. Ja, beteg gyerekeket foglalkoztató cég? Aha. És ott te mit csinálsz? Hát, nagyon sok mindent. Például szőnyeget csinálunk. Szőnyeget kell szőni, vagy hogy? Így van. Szőnyeget szövünk, akkor láttörlőt, azt is kereten, mint ahogy régen nagymamáink. Mert hát de jó. Vannak. Szereted? Vannak. Szereted csinálni? Szeretem, nagyon szeretem. Uh-huh. Akkor nyáron, ha jó idő van, akkor csempéből rakunk ki padlóvázát. Nyáron? Képeket, igen. Újra belőtt! Fína voltam pedig, te jó Isten! Jézus! Mennyi volt még? Egy 15 másodperc volt. Egy 10-15 másodpercet volt, Ildi. És olyan ügyesen játszottál pedig, tényleg? Jó voltál, csak ott volt egy igen. Pedig a szép munkádról meséltél, mindent elkerültél. A 45. visszakérdezést viszont már nem bírtad ki, igen. És oda betlökted az igen. Ja, és pedig még csak felénél jártam a felsorolásnál. Igen, de helyes, hogy ráadásul mennyire megérdemelnéd, mert hogy ilyen szép munkád van meg. Ugye, hogy gyerekeket is foglalkoztatok, vagy beteg gyerekeket. Ildi, sajnálom, most tényleg komolyan mondom, hogy az ember kivételt tenne, csak tudod, akkor utána nekünk nehéz, hogyha holnap is valaki veszít velem, miért nem, muszáj egy picit következetesnek lennünk, de játszunk valamikor, jó, Juli, föléri a számodat, és akkor kapsz egy esélyt a visszavágóra, jó, mit szólsz? Köszi. Na, jó ez így? Jó lesz így, köszi. Oké, Ildi, köszi. Szia. Hello, ciao, ciao. Hát vesztettünk egy hallgatót. Én is azt gondolom. Persze, oké, köszi. Ez a paff és már le is nyomta. Már ezzel, hogy megígértük, hogy visszahívjuk, szerintem beljebb vagyunk. Na? Jó vagy, ennyi. Gyerekek, muszáj visszaül. Gyerekek, ha egyszer visszaülök a lóra, nem szállok le egy ideig. Ne is engedd el, most már holnap úgyis Jani játszik, a visszatérő friss erő. Még egyet megnyerünk a héten, akkor meg vagyunk. 4 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan, 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Hello Feri! Hello Jani Köveskál! Hello Jani Gosztu Köveskál, még ezen a napon Szabin van. Gyerekek, egy hete, hát nem is tudom ezt az egészet hova tenni, inni, csak ránézek a kis üresen heverő kis bőrfoteljére, nézem, hol vagy, Jani? Hol vagy, mikor várod jössz már? Várod a reggeliét itt, igen, kis kicsomagolja. Csinálja a kis uborkás kroasszányját, itt csomagolgat, rendet rak utána, ami jön, Bali, ezt elvihetem, Bali, ezt kidobhatom, nem még a boliszab, Bali, ezt elrakhatom, nem még az a kávém. Bali, ezt megeszed a szendvicset? Igen, most kezdtem olyan léces neviddel. Aztán jön a krémezés. Fél óra kézkrémezés. Ezek mind hiányoznak. Hát gyerekek, olyanok vagyunk mi így hárman már, mint a házastársak, akik összenőttek. Hétvégén kicsit pihennek, külön vannak, de hétfőn újra elviselik egymás rituáléit, meg hülyeségét, az én kuplerájomat, a Jani pedantériáját, a te nem tudom midet, nem? Szóval, és a házastársakkal is úgy vagy, a hosszú ideig eltöltött párkapcsolatban, hogy... Már egy idő után hiányzik. De idegesít, de hiányzik. Ugye? Egy idő után már hiányzik. Bárcsak itt lenne, és láthatnám, hogy Kenny a kis, igen, kezecskéjét. És ha meg itt van, és Kenny, akkor nyilván falra mászol. Igen, már csak rászólhatnék, hogy hagyja már abba, mert megőrülök. De tényleg megőrülök, hogy negyed órája Kenny a kezét. És az még csak az egyik keze. Igen, alaposan. Igen. Na, ami a játékot illeti, meg vagyok vádolva. Mivel? Hát nagyon sok SMS jött, és ilyenkor muszáj önmérsékletet tanúsítani, és egyfajta kellő önkritikát gyakorolni. Passzív voltam? Most mondd el nekem. Voltam, az voltam? Ha az voltam, én megadom, de nem tudom. Ha még azt is mondtad, hogy tessék nyugodtan sorolni azt, amit csinál, érdeklődtél a gyerekek iránt, érdeklődtél a munkafolyamatok iránt, hát ha ez passzivitás, gyerekek, igen, hallgassátok meg a munkát. Döntsd el te, mert nem tudok dönteni, én érintett nem vagyok érzelmileg a játékban, de ha azt érzed te is, hogy passzív voltam, akkor megadom. De nem voltál, nincs mese, csak sokan írták, és kicsit elbizonytalanodtam. Most úgy. Jó, az a pár ember, az a pár ember, aki nem nagy rajongó, csak kis rajongó, nyilván ők. Jó, azt, ha végigbeszélem azt az egy percet, akkor is azt mondják, hogy passzív volt, Bali. Teljesen mindegy. Szemét. Jó, nem, engedd el, ez a miénk, gyerekek. Jó kell játszani, nem kell kimondani az igent, és akkor kész. Na? Szeretem, hogy ilyen kemény vagy. Ennyi. Szeretem, de most hogy te ilyen mondanám, kemény vagy. Mondanám, hogy veszítsük el ezt a hetet. Szívesen veszítek, ha igazuk van a hallgatóknak. Ez most nem igaz. Jó, akkor megnyugodtam. Nem voltál passzív. Nem, visszakérdeztél. A visszakérdezés nem passzivitás. Tehát volt beszélgetés, nem azt mondom, hogy fele-fele arányban, nem, tehát nem, 90-10, nem kell, de nem passzív. Jó, oké, akkor megnyugodtam. Újra baleset korán reggel Óbudán, és újra volt esemény utáni tabletta, blond, nagyon fontos. Köszönjük szépen. Délnyugaton vagyok, az M6-oson szakad az eső, hol a napsütés?
Mondták, hogy lokális vihar várható. Na, hát ott most délnyugaton lokális vihar van. Közlekedés időjárás jelentés, hálószoba, konyha, nappali, jó járható, no trafi. Az ablakon kinézve Kecskeméten szakad az eső, a 6 éves picilányom még alszik, oda bújok mellé, és lustizunk egy kicsit, közben duruzsolásra halkítva hallgatlak benneteket. Üdv Ati Kecskemétről. Ez nagyon mell, és szép az SMS is. Nagyon-nagyon szép kis SMS, igen. A 8-ason Várpalotán a Tesco-nál baleset, teljes útzár, kerülni mellékutakon lehet. Ezt Laci küldte nekünk, átugrom azt a 4000 SMS-t, ami arról szól, hogy passzív voltam. Monor például tuti, egy lokálmert szakadó esőben bokáig felázott nadrágban megyek a vonatomhoz, így a Dorka. Feri, Veszprémben szakad az eső, Tibi. Köszönöm. Hallod, ez csak neked. Köszönöm, ha megyek Veszprémbe, akkor figyelni fogok. Igen. Nagymaros Budapest nyugati között 20 perces késés, egyelőre írja Laci. Ez tényleg, van. Mi van a mával, gyerekek? Ott hallottam a Karolina híreivel reggel, hogy valami késik valahova. Vagy nem is a Karolina hírei volt? Más valaki híreit hallgattam reggel? Kit hallgattam reggel? Nem is maga a MÁV késik, hanem a BKK. Igen, és valamit tök más hallgattam? Vagy csak álmodtam az egészet? Vagy csak most teremtettek minket az összes emlékünkkel együtt? Ebben a pillanatban? Mi a helyzet? Kavarec Imrével a MÁV ügyeletesével e-mailezgetett. Imrus, Imrus! És elvileg szerintem minden rendben van. Hát jó, jó, de most ő mit mondja? Elérik célját. Igen? Igen. Csak mondja. Kicsit később. Tehát elérik a céljukat, csak kicsit később. De ha lesz friss, akkor azt hozom. Jó, 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 mert valami késő. Nálad hallottam? Te mond, nem? Nem is lebuktam, hogy én mindenkit reggel, gyerekek. Körbe szörfözök. De nem, de most adás alatt? Vagy ez nem, még amikor jövök be. Jövök be. Belehallgatok mindenkiben. Írjál a Kavalecnek, hogy most Nagymarosról írtak, már 20 perc késés. Igen, azonnal mondd meg neki, hogy ne tereljen, ne tereljen. Mondja meg az igazságot. Mi a hallgatóinkban bízunk, nem? Így senki másban. És ő is vállalhatná végre, hogy megcsúsztak egy kicsit. Igen. Sokkal egyébként emberi, nem? Azt mondod, hogy gyerekek, elcseszik. De ő nekünk volt idő, mikor SMS-eket írogatott. És mindig reagálta arra, amit elmondtunk neki adásban. Na vagy beszóltunk, nem is beszóltunk, megemlítettük a MÁV-ot, és ő SMS-ben javított ki minket, vagy SMS-ben tette helyre a dolgokat, vagy a csúsztatásokat, amik nem voltak, mi arra hagyatkozunk, amit a hallgatóink mondanak. Ha ők azt mondják, késik, mi elhisszük, nem? Igen, nem mondhatjuk azt, hogy nem késik, mikor itt azt írják, hogy már 20 perc. Ha persze, írjatok, hogy mi a helyzet, jó? Megszorongatjuk Imrét? Igen. Imre egy önkéntes, aki írogat a MÁV-nál, vagy erre van felhatalmazása, nehogy kirúgassa saját magát. Ő. Dehogy is, hát. Ja, mert van a MÁV, meg van a, ugye, két több szóvivő van. Hát ott van egy hölgy is, akivel mi szoktunk beszélni. Ekkora cégnél viccelsz. Ki a csaj, akivel szoktunk beszélni a MÁV-tól? Fehér Anett? Szóvivő? Van egy, nem akarom most fölhívni, Juli, nehogy fölhív, még alszik. De ugye, hogy van egy Anett? Igen. Tudod, és bármit kérdezel tőle, mindig azt mondja, vonatok pontosan járnak. Persze, meg őt. Szeretném megkérdezni az új egyenruháról. Hadd mondjam el a kedves utasunknak, hogy 2014. január 1-től a vonataink már csak 5%-ban késnek, de nem ez volt a kérdés. És azt is hadd mondjam el. Tényleg az Anett. Ő ügyes, az Anett, ugye? Nagyon ügyes. Ő tundéri. Igen. Mi van? Mit írogatsz, Lackó? Mit csinálsz? Jegyzetelsz, Laci? Valahol behozott egy papírt, és aláhúzogatja. Angyalföldön a Békeúton Újpest felé drága fotók készülnek. A fiastyúk előtt ezt még Attila küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Taksonyban mérnek Pest felé. Mert nincs vége. Ma van az én, na meg Lenin születésnapja. Nagy Tartsán lokálisan szakad az eső. Ne a Ferit kérdezd, írja valaki. Passzív voltál, rohadj meg. Igen. Na várjál, Juli közben. Szabó Anett, kösz Juli, de jó vagy. Szabó Anett. Szabó Anett. Aha. Tudtam én, hogy valamilyen Anett. Tehát ő mindig azt mondja, hogy nem késnek, a Kavalec kicsit bevallja, de akkor ki a Kavalec? Ő nem MÁV? De ő is MÁV. De mondjuk egy ekkora lehet, hogy egy ilyen önkéntes írogató, lehet, hogy kaver, aki valamilyen embernek adja ki magát egy bizonyos titulussal, és lehet, hogy Kalavec vagy Kavalec Imre nem is létezik. Létezik, mert ő minden reggel a Kossuthon 17:30 bejelentkezik. Hát de nem lehet, hogy egy ilyen önkéntes rendőri bérnával megáldott mozdony vezető, senki nem tudja MÁV-nál, hogy ő nyilatkozik, de ő mindenkit hallgat, helyre tesz, megy, nyilatkozik, imádnám, ha lenne egy ilyen sztori. Meghívtam a tutit. Na. Felhívtam az Imrét, azt mondta, hogy Váci és Verőce között elromlott a biztosító berendezés, de már megjavították. Tehát ez reggel is probléma volt, megjavították, megint elromlott, megint megjavították. Úgyhogy azt mondja, hogy ilyen 15 perces késések elő fordulhatnak. Hopp, már egy ötöskét lecsippented. Hát tudod, már egy ötöskét leszeded. És ezt toljuk magunk előtt egész nap, ezt a 15 percet? Nem. Vagy most ez vissza fog állni? Ez csak egy-két vonatot érint, és ez most meg is szűnik. Na most akkor hogy van a MÁV-nál, ott több szóvivő? Nem, ő a sajtófőnök. Ja, ő a sajtófőnök. És van a szóvivő.
ügyeletesek vannak. Tehát a MÁV Infornál, mint az Imre, és a Szabó Anett, ő pedig a MÁV Startnak a szóvivője. Ja. Igen, az egyik a sajtófőnök, a másik... követhetetlen. Igen, a másik pedig szóvivő. Aha. Tehát többféle út van. Igen. És ma nem hallgat minket Imre, mert ilyenkor már szokott írni. Igen, most meglepődve vette fel a telefont, úgyhogy szerintem most nem szólunk nála. Hívjam föl, szóljak neki? Nem. Mondd meg, hogy üdvözöljük, beszélj velem. Imre, kapcsolod a rádió. Beszélj velem. Jó, kösz, oké. Na, a kutyás dologról akarok egy kicsit beszélni, mert kíváncsi vagyok, hogy mi vettetek a véleményed. Kutyát, de jó, vettetek. Gondolkozunk kutyát. Rajta. Soha. Soha? Nekem volt többször is kutyám egyébként. Nekem volt bislám, volt schnaucerom, volt francia buldogom, tehát nekem több kutyám is volt. Jó, nem mindig valami családi kutya volt, valami az enyém volt. Mondom, hogy mi vár rád, mert nyilván azért akarsz venni egy kutyát, hogy a Beni rendet tanuljon, a gondoskodást megtanulja, hogy etethesse, hogy odafigyeljen rá. Ez körülbelül egy hónapig tart, mert utána az következik, hogy te, amikor innen hazaesel, úgy, hogy közben még forgattál egy 10 órát, akkor viheted sétálni a kutyádat. Ott te a kert. Ja, igaz. Ez itt a kert. Nagyon boldog leszel, amikor a japán cseresznyefát fogja körbe vizelni. Japán körte. Már körte van? Nem viccelj. Sima cseresznye, japán körte. Nem mindegy. Ebben egyre jobb vagyok. Nem. Arról akartam csak beszélni, kíváncsi vagyok hallgatóink véleményére, hogy egyre több olyan hírt olvasok, amikor is azzal kell szembesülnöm, hogy innen vagy onnan kitiltottak kutyákat. És valahogy ezt nem tudom hova tenni, és értem azokat, akik ezt ugye próbálják szabályozni, csak nem tudom, hogy jól van-e ezt szabályozva. És erről akartam egy kicsit beszélni, hogy neked mi a véleményed. Ugye most legutóbb a frissen átadott, egyébként szerintem egészen szép Kossuth térről írtották ki a kutyákat idézőjelesen. És ugye talán a magyar közlönyben meg is jelent, hogy kiemelt nemzeti emlékhely területére állatokat nem lehet bevinni. Uh-huh. És ha jól emlékszem, akkor még azt is olvastam, hogy hagyta kivételt. Tehát, hogy kivétel a fogyatékossággal élők, a segítséget kapnak, vagy mondjam, a tűzszerészek kutyáit, tehát a Kossuth téren van egy bomba, azért oda mondjuk a tűzszerész bemehet. Állj! Kutyát ne tudom. Kutya nem, maga jön egyedül. Hogy amit az ember más országokban lát, az valahogy az, hogy a kutyák ugye asszimilálódnak a társadalomba, jelentsen a szó bármit is. A társadalmat? Hogy nem értem. Hétvégén hallottam, gondoltam, bedobom. És itt pedig mivel szembesülsz Magyarországon, hogy egyre több helyről, terekről, közterületekről, emlékművek környékéről egész egyszerűen kitiltják a kutyákat. Tavaly olvastam talán, hogy kitiltották a Balatonból a kutyákat. Igen, nem fürödhet. Hogy nem fürödhet a kutya a Balatonban. A Velencei tóval ugyanez a helyzet, ahol kijelölt fürdőhely van, ott nem viheted be a kutyát, mert a kutyáról átragad a gyilkos valami, nem tudom. Mi ragadná át a kutyáról? Hát a kór. Milyen kór? Nem tudom, milyen kór. A kutyának van kórja, bemegy a vízbe, te is bemész, és akkor összefertőzitek egymást. Ezt még hülyeségnek tartom, tehát ezt, hogy nem lehet úgy fürdetni a kutyát a Balcsiban. De most te se vagy kutyás, én se vagyok kutyás. Most nézzük meg, hogy két kutyás mit mond. Én azt mondom, hogy azért, mert vannak olyan kutyások, akik nem tartják be a kutyás etikettet. Azért miért kell úgy bánni a kutyákkal, vagy a kutyásokkal, mintha egy ilyen városon belüli, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen fekete folt lenne, egy ilyen pestist képviselő réteg, akiket kitiltasz mindenhonnan. Érted? Na, én a rendelettel vagyok. Igen? Most engem gyűlölni fognak a kutyások. Én a rendelettel vagyok. Hát nem, ugyanis... te minden kutyás lehetsz a rendelettel, persze. Hát... A kutyákkal nekem nincs bajom. Még igen. Tovább megyek a kutyásokkal se nagyon. Azon réteggel, aki hajlandó azt megcsinálni, hogy mikor elindult sétálni a kutyával, sétáltatni a kutyáját, kicsit avagy nagyot, akkor 4 darab kisméretű nylon zacskót begyűr a zsebébe, amit A. megvásárolt, van direkt ilyen kutyazacskó, vagy B. amikor kifli vesz a közérben, az beteszi a nylon zacskóba, amikor kiette belőle a kiflit, az elteszi. Tehát van nylon zacskója. Én nekem ezzel a kutyással nincs bajom, csak az a bajom, hogy ma végigmész bárhol, bármilyen területen a fővárosban, akkor kutyaszarba fogsz lépni, bocsánat. Na sőt, de... várjál, tovább megyek, a játszótéren is kutyakakiba lépsz, és még tovább megyek, ami igazán felháborít, hogy a kutyásoknak van kijelölt kutyafuttató. Tudom, nincs sok a városban, bár nálunk a 13. kerületben most már csomót csináltak. Nálunk közvetlenül a házunk mellett van egy olyan kijelölt terület, ahova például fölraktak egy csomó olyan játszó szerkezetet, amivel a kutyák tudnak játszani. Hogy te azt érted, hogy ha te oda viszed a kutyádat, és a kutya oda kakkant, akkor azt nem szeded föl arról a területről, ahova minden nap visszajársz kutyát játszatni és sétáltatni.
Uh-huh. Ez a rendelet nem született volna meg akkor, ha Budapest utcáin végig lehet úgy menni, hogy nincs összekakilva. Na de csak kérdezem én, hogy ez nem azzal arányos, hogyha mindenhonnan elkezdett kitiltani a kutyákat, akkor egyre több kutya kaki lesz a városban. Tehát fordítsuk meg a gondolatmenetet. Ha mondjuk én nem akarom, hogy kutyák legyenek, és a kutyákat mindenhonnan kitiltom, és egyre kevesebb kutyafuttatóban, vagy egyre kevesebb helyen lehet kutyát sétáltatni, akkor egyre messzebb kell mennem, hogy tudjak kutyát sétáltatni. Ha egyre messzebb kell mennem, hogy tudjak kutyát futtatni, akkor viszont nyilván ott a város közepén fogom sétáltatni a kutyát, ami még nem azt jelenti, hogy nekem nem kell fölszednem, csak ha a kutyákat megpróbálom perifériára szorítani, akkor a belvárosban élők nem tudnak eljutni, nem teszed föl, már tömegközlekedésre nem nagyon mehet, vinni nem nagyon viheted, autód nem biztos, hogy van. Érted? Tehát, hogy valahogy a kutyásokat is bele kellene vonni ebbe az egyeztetésbe, kutyásokat... és kitalálni, hogy mi a jó, de ha mindenhonnan kitiltod őket, az nem fogja megoldani ezt a problémát. De akkor oda nem mehet a kutyával, tehát ergo a játszótéren például nem lesz kutyakaki. Uh-huh. Mert most itt nem az, még egyszer mondom, nem a kutyákkal van baj, meg nem a gazdákkal, nem, hanem a kutyatartási morállal. A kutyának kell kakilnia, ez teljesen egyértelmű dolog, ráadásul őt nagyon nehéz szerintem, vagy én nem nagyon tudom, de azt tudom, hogy a macskát lehet alomhoz szoktatni, hogy benne a lakásban egy sarokba beteszel egy dobozt, és ő oda végzi a dolgát, de a kutyával ezt nehéz megcsinálni, vagy nem célszerű, nem tudom miért. Mindegy. De akkor mit csinálnak más, hogy más európai városokban? Összeszedik ott a kakit. Én szerintem ennyire egyszerű a megoldás, hogy a gazdának kéne mennie és felszedni a kakit. Uh-huh. Tehát, hogy itt tényleg, nem is kevesebb, Bécsben azt látod, hogy a sétáló utcában ott van, közterületeken ott van, parkokban ott van, bevásárlóközpontokban ott van, szállodában ott vannak a kutyák, és valahogy ez egész annyira európai, és annyira jó látni, hogy a kutya ilyen szorosan hozzátartozik az emberhez, hogy besétálhatsz vele egy szállodába, besétálhatsz vele egy áruházba, és senki nem szor rád, senki nem zavar. De most arra gondolsz, hogy ha Magyarországon például valakinek besétál a kutyája egy étterembe vagy egy áruházba, akkor azt nem szedné össze esetleg a kutya oda székel? Hát ez így hogy van? Ugye odáig is el kéne jutni például, hogy a kutya az áruházban magában nem kakil, hogy hanem ugye ezt kint intézi el az utcán. De ugye mondjuk, hogy ilyenbe bemész oda egy Houndenbe, azért oda ne szarjon a kutya, nem? Azt gondolom, hogy talán életidegen egy kicsit. Menjünk a gyerekosztályra, kicsim, hopp! Kerülgeted a gyerekosztályt, és azt látod, hogy a próbafülke mellett iszonyatosan gittel egy kutya, és próbál egy kicsit könnyebbé válni. Jó, azt mondjuk megértem, de például a Balatonból kitiltod, a Balatonból a macskákat nem tiltott ki, a galambokat nem tiltott ki, a strandon a hattyú asszony, vagy a sirály összeszarik mindent, azt nem tiltott ki, kitiltod a kutyákat? Miért nem lehet Balatonon fürdeni? Hát azért nem feltétlen van az, hogy a Balatonban minden kutya beletolik, aki belemegy. Most én kutyásként azért van. Belemennék Balatonba a kutyámmal. Az nem a kaki miatt. A higiéniai szempontokból? Igen, azzal nem értek egyet. Szerintem az nyugodtan fürödjön a Balatonban is, annál sokkal nagyobb csúszságot. Azt a természet rendezi, meg annál sokkal durvább dolgok kerülnek bele a vízbe, szerintem. Az emberek által. Uh-huh. Például a nyugati példát hoztad, az tök jó volt. Nyugat-Európában ma már nem ciki végigmenni kutyasétáltatás közben egy olyan szerkezettel, ami úgy néz ki, mint régen volt az utca seprőknek egy olyan kis lapát, aminek hosszú nyele volt. Igen, és ma már járnak úgy német nyugdíjasok és osztrák fiatalok is a kutyájuk után, hogy náluk van ez a szerkezet, amivel így föl lehet csippenteni a kakit, és ez egy ilyen önmaga tartó szerkezet, érted? Ilyet Magyarországon én még embernél nem láttam. De ez nyilván nincs, igen, tehát itt még nem tartunk, csak valahogy nekem az van, hogyha én be akarok menni egy parkba, és nekem van egy kutyám, és én ott ki akarok kapcsolódni, akkor nekem a kutyával kell kikapcsolódnom, mert én a kutyámmal érzem jól magam, tehát és hogy én nem mehetek be, akkor nekem sérül a komfortérzetem, és kicsit bánt az általánosítás, mert nekem is volt kutyám, én mindig összeszedtem, hogy én nem mehessek be azért, mert kettő egyébként nem szedi össze, hogy igen. Most mi kutyások meg vagyunk bélyegezve, és most minden kutyás hülye, mert mondjuk öt kutyásból kettő paraszt, és nem szedi össze, én összeszedem, akkor ne legyek már én is kitiltva azért, mert én normálisan tudok egyébként kutyát tartani. És hogy tehát ez olyan, mint hogy három barna hajú hülye, akkor nem minden barna hajú hülye, érted? Oké, de akkor hogy fogjuk meghatározni, ki az, aki hülye, ki az, aki nem hülye? Ha egyszer legyen valaki... egy ilyen, én becsületes kutyatartó vagyok, pólós. Legyen egy fotó saját magamról a pólón, ahogy éppen szedem föl, és látják az ellenőrök. Nyilván nem tudom, hogy ezt hogy lehet ellenőrizni, nekem csak ezzel az a bajom, hogy néhány hülye miatt az egész kutyás társadalom van úgy megbélyegezve, hogy tényleg az van, hogy már mindenhonnan ki vannak tiltva a kutyák. Ki vannak tiltva a közterületekről, a Balatonból, mindenhonnan kitiltod a kutyákat. Ez nem jó, nem minden kutyatartó hülye. Szedjétek van, aki össze akkor mindenki szedje össze a kakit, és nincs ez. Nem lehet úgy végigmenni a városon, hogy ne lépjél bele valamibe. Szerintem ennyire egyszerű a dolog, ha ezt meg tudjuk csinálni, hogy összeszedjük a
kutyakakit, akkor megint vissza lehet majd menni mindenhova. Vagy például az a volt tévészékház előtt, mi a Szabadságtér, ugye? Igen. Ott van a vonatos játszó, így hívjuk, hogy vonatos játszó. Ez egy jó kis játszó. Ki fogod találni, miért? Mert van rajta egy vonat. Igen. Ugye, ilyen nagy favonat. Hihetetlen, milyen neveket adtak játszótereknek. Ez megdöbbentő, hogy a Rákóczi család mennyire kreatív. Hogy vonatos játszótér, azt jelenti, hogy ott a vonatos játszótér. Ez számomra teljesen értetetlen. És így ültünk órákat otthon. Hogy hívjuk ezt a játszótér? Mi legyen a neve? Mi legyen, hogy tudjuk, hogy hova megyünk. Legyen vonat, jó, legyen vonatos játszó. Ott a vonat maga egy óriási nagy homokozóban áll. Van, van benne ilyen hinta, meg olyan hinta, meg amolyan hinta. Ott a vonatos játszó. Kimegyünk, és mit látsz, hogy a ez mondjuk konkrétan egy angol csávó volt, aki már itt lakik, nem tudom mióta, ott valaki ismerte, aztán elbeszélgettünk vele, odahozta az ír szetterét, gyönyörű ebb, bevonszolta a gödörbe, a gyerekek közé, és oda végeztette el a dolgát. Szegény kutya ment volna arrébb, mert neki nem komfortos az, hogy 40 sikítozó gyerek egyébként. Az, jaj, kutya! És oda gittelt a kutya. És, de húzta a csávó, behúzta a homokozóba, oda gitteltette. A homokozóba? A homokozóba. A gyerek homokozóba? A gyerek homokozóba. Az egy és nagyon... aztán leült, és még ott kicsit üldögélt? De nem, aztán, nem, elment. Elment, és mindenki kiabált, hogy hello. Gyere már vissza. Hello, itt hagytál igen, valamit. És akkor erre ő mondott valamit idegenül, amit kevesen értettek, és tovább ment. Hát akkor most mit csinálsz? Nem tiltasz ki minden kutyás? De játszótéről nyilván igen. Tehát én ott játszanék a gyerekkel, gyerek unatkozva nézne rám, és várná, hogy végre kihomokozzam magam, és utána végre elindulnánk hazafelé. Ja, és oda menne egy kutya, és persze. Akkor nyilván, hát azt megértem. Jó, tehát oda nem menjen be kutya, nem menjen be macska. Persze. Csak nem minden kutya tartó legyen hülye, érted? Tehát én egy parkba be akarok menni a kutyámmal. Mert nekem jól esik oda bemenni. Én értem, csak nem tudsz különbséget tenni. Jó, ez jogos. Tehát például az előbb említett téren két nagy játszótér van, egy a kisebbeknek, egy a nagyobbaknak, és a kettő között van egy nagy zöld terület, ahova egyébként ki szoktak menni vasárnap. Családok, fiatalok leteríteni egy pokrócot, kiviszik a kis piknik kosarat, és akkor leülnek a fűre, napoznak. Most ezt nem tudod megtenni, mert gitbe rakod, ahogy hívják ott a sonkás szendvicsedet. Hát akkor most ez normális? De akkor miért nem szankcionálják jobban? Tehát miért nincs az, hogy ott van a parkban, mondjuk ott a parlament előtt kettő darab őr? Akik sétálnak, közterületesek. Folyamatosan három gazdit megbüntelt, 150 ezer forint, 50 ezer fejenként, kész, megvan. És ha azt látod, hogy ott tényleg van effektíve büntetés, és van szankcionálás, akkor az egész kicsit irányítottabban zajlik. Én nem azt mondom, hogy minden utcasarkon álljon egy közterületes, de mondjuk ilyen parkokban leraknak egyet. És te megszokod, aha, hogy annál a parknál ellenőrzés van, és akkor onnantól kezdve te tudod, hogy vagy fölveszed, vagy nem veszed oda a kutyádat, ha nem akarod fölvenni. Hopp, hopp, gittet? Nem, hop. Nem, csak leült. Igen, csak ül. Elnézést, nem, ez a kutya csak ül. Nézze, csak igen. Ül, fekszik. Igen, szóval, hogy ezt ki tudták találni azért jobban nálunk, szerintem. És nem biztos, hogy az osztrákok nem úgy indultak, hogy nem szedik össze. Nem tudom, hogy mi a megoldás. Tényleg nem tudom. Jó, nagyon sok hozzászólás jött, nagyon sok SMS, úgyhogy mindjárt ezekből szemezgetünk. Pro és kontra vannak nyilván érvek, ellenérvek, hogy mi lehet a megoldás. De most csak egy fél mondata, ott a Kossuth téren sétálnál, és kutyás vagy, nem vinnéd be? Hát olyan szép lett, nem? Nem mennél oda leülni a kutyáddal? Dehogy nem, szívesen. Hát, tök szép lett. Igen, de nem mehetsz. Nem, azt mondom, hogy nem mehet. Nem minden kutya gittel. Igen. Értve a kutya. Jó, várunk SMS-eket. Jó, hogy ki mit szól ehhez. Nyilván, aki kutyás, máshogy gondolja, mint aki nem kutyás. Kutyás, nem kutyás, ez olyan, mint a motoros, meg az autós, nem? Meg a bringás, meg a motoros. Igen, és nekem az a bajom, hogy most már nem néztem még rá az SMS falra, nyilván a pokoltűzén fogok elégni. Az biztos, hogy minden kutyás meg akar ölni. Igen, nem is baj, hogy az a bajom, hogy ilyenkor mindig, tehát hogy ilyenkor senkinek nem gittel a kutyája. Tudod? Tehát, hogy az SMS író kutyája nem kakil. Jó, Feri kedvéért legalább egy valaki küldje el, hogy nekem gittel és nem szedem össze. Igen, oda gitteltetem. Tehát legalább küljön egy legyen, aki vállalja. Igen. Várjuk az SMS-eket, 7:30 múlt, 1 perccel jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva, hello mindenkinek, gyerekek, rengeteg B betű a monitoromon, ez mi? Az a helyes válasz, ja, amit elárultál. Nagyon helyes, aki szeretne nyerni, anélkül, hogy hallotta volna a kérdést. Bízzatok valiban. Gyerekek, bízzatok bennem, bármit bedurantok. A B betű a helyes. Bármi volt a kérdés, ne törődjetek semmivel. Ne hagyjátok magatokat ezzel zavarni. B. Nagyon ennyit jó mondok, vagy. B. Ez milyen játék? Te csinálod? Vagy? Szerintem igen, de majd ránézek. Igen, 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 igen. Na, a pro és kontra jönnek az SMS-ek, hát itt háború van az SMS falon, hogy ugye a kutyásokról beszélgetünk, és a kutyatartókról,
kicsit más véleményen vagyunk, te azt mondod, hogy amíg a morál nem változik, addig igenis tiltsák ki mindenhonnan a kutyákat, én meg azt gondolom, hogy talán tehát egy közterülethez, egy szépen átadott térhez hozzátartozik, hogy az ember be tudja menni a kutyájával, ha egy kutyás hülye, nem minden kutyás hülye. Ha valaki gyorsan megy egy típusú autóval, akkor nem minden hasonló típusra rendelkező ember hülye, tehát hogy ezen általánosítások alól akarok egy kicsit menekülni, de nyilván van abban igazság, igen, hogy amíg nem tanulja meg mindenki, ez egy ilyen kollektív tudat, tehát amíg te nem válasz felelősséget a saját kutyádért, addig minden kutyásra rányomnak, vagy minden kutyatartóra rányomnak valamilyen bélyeget. Tehát, hogy például csak egy ilyen tipikus kutyás cucc megint a fővárosban, egy csomó kék színű kuka van már, ami csak arra való, hogy kutyok, akit tegyetek bele. Minden ilyen kukának az elején van egy spulni, ami tele van nylon zacskóval. Most amíg a kutyás bácsi és néni oda megy, és letekeri az egészet így a karjára föltekerve, jaj, hogy hazavigye. Igen, tesz, hogy, jaj, ezt ne is mond, igen. Hogy egy csomó ilyen van ebben az országban, ami miatt nem jó élhető a dolog. Igen, tökre értem. Ez nyilván Ausztriában nincs, hogy elmegy és azzal vásárol be, letekerte igen, magának. Igen, de ráadásul a bódban is van, a kiflihez is adnak, érted? Tehát igen, nem jó, ez ebben igazad van. Na nézzük gyorsan egy-két SMS-t. Én a kutyát tavaly nyár után nem engedem be a balcsiba, mert a nagyja az alsó lépcsőn borotvával és habbal a kezében csapatta a bundát magáról. Akkor most mi van? És igazad van. Tehát és ő nem engedte be a kutyát. Igen, és igazad van, hogy nem engedett be a kutyát, és a nagyi is húzzon a francba, hogy ott borotválkozik. Igen, én csak kérdeznék, nekem nincs kutyám, mégis miért kell nekem összeszedni a kutyak, akit a házunk elő rendszeresen, megtehetem, ha észreveszem, vagy visszaszolgáltatom a tulajdonosnak, a kapujára kenve. Ehhez kamerát kellene alattomban felszerelnem, mert este és kora hajnalban járnak, írja egy hallgató. Feri, igazad van, sok a paraszt. És még nem érkeztünk meg a nyugat-európai kultúra szintjére, ezt Tamás küldte nekünk. Robi vagyok, szerintem nincs megoldás, én sem szedem össze a kutyakitet, sőt, én még porrás se rakok a kutyára, pedig egy büszke pitbull tulajdonosa vagyok. Hát mondjuk jó, veled nem vitatkozunk, ugye? Tehát az egy másik dolog. Szép, ez így szép. Szép, igen, leírás a kutyákról. Fiúk, az én kutyám, aki egy tacskó olyat gittel, mint egy pufajka ujja. De össze szoktam szedni, esküszöm. Rákóczi Ferének üzenem, hogy a meglévő Városligetben több az emberi széklet meg a rendőr, mint a kutyáé. A szemét szétdobálása is tilos, mégis mindenhol hömpölyök. Az embereket is ki kellene tiltani a városból? Igen. Azt, aki kidobja a kólás üveget, kérdezi egy hallgató. Igen, és tökre igazad van. Tehát ilyenkor nyilván most egy témáról beszéltünk, de amikor valaki ezt hozza fel ellenérvként, hogy egyébként az emberek ugye szemetelnek, akkor tökre igazat tudok neked adni. Igen. Bécsben 36 eurót fizet, ha nem szedett fel a kutyakakit. Azonnal meg is büntetnek. És Velencében is tartanak kutyát, aki nem szedi össze, kőkemény 50 ezer forintos büntit kap. Na, ez egy rendes hely, látod? Velence. Igen, a kutya még ki sem tolta, a gazdi már zacskóval fekszik alatta. Ugrasz, hogy ne érjen le! Igen, nálunk a kutyások sajnos nagy része közben oda sem néz, majd megy tovább, mi meg belelépünk. Igen, és ha szólsz már, akkor meg te vagy a hülye. Igen. Itt van egy hallgatónk, Viki. Hello, Viki! Sziasztok, jó reggelt! Te egy blogíró vagy? Vagy kutyablogger vagy? Igen. Már ilyen is lehet mondani. Kutyulógia? Kutyológia, pontosan. Aha. Kutyalógia vagy kutyulógia? Nem, mert az a kutyú az nem, nem kutyulunk. Igen, nem kutyulódunk, hanem kutyáról, igen. Aha. És a kakiról értekeztél már a blogon? Igen, volt egy ilyen blogbejegyzésünk. Hát ez egy elég érzékeny téma, úgy gondolom mindenkinek, kutyásnak, nem kutyásnak egyaránt. Na, de te bloggerként például mit gondolsz? Hogy jó az, hogy mindenhonnan kitiltják a kutyákat, megoldás ez, vagy tényleg a gazdikra kellene változni, amit a Feri is mond, és mindenkinek mondjuk nem elnézni, hanem összeszedni? Hát én az arany középútban hiszek. Tehát egyrészt nem hiszem, hogy ennyire szigorú szabályozásokat kéne a kutyákkal kapcsolatban, vagy a kutyás sokkal kapcsolatban tenniük a törvényhozóknak, viszont egyre több felelős kutyatartónak kéne lenni, ami egyébként így is van, de ahogy ti is mondtátok, hogy tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogyha öt barna hajóból kettő hülye, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy a többiek is, és általánosítanak. Tehát azért egyre több felelős kutyatartó van, aki felszedi a kutyája után, de ettől függetlenül még mindig tele vannak a pesti utcák. De akkor az nem megoldás, hogy kitiltjuk őket mindenhonnan, nem? Hát akkor jobban kellene szankcionálni, vagy tényleg például egy Kossuth térre berakni két embert, aki ott van, és azonnal büntet, nem? Én nekem is kutyám, nem tudom, mi a megoldás, csak gondolkozom. Ez is lehet egy megoldás. Én inkább úgy gondolom, hogy felvilágosításra van szükség, nem feltétlen szankciókra. De bocsánat, mi a felvilágosítás lényeg, hogy szedd össze?
Igen. De hogy ez valakinek igen, nincs meg, szerinted te úgy érzed, látod, hogy sok mindenkinek nincs meg. 2014-ben ez nem ugrik be a kutya tulajdonosnak, hogy a kutya nem tudja felszedni a saját kakiát, nem nekem kell. Nem feltétlen szándékosságról van szó, én úgy gondolom, vagy legalábbis remélem. Inkább csak az, hogy jaj, elfejtettem kakazacsit hozni. Hát, szerintem nem, szerintem nem. Szerintem aki nem szedi föl, a szándékosan nem szedi föl. Tehát, ott, vagy tudod, ez a balra elnézés nem veszi észre. Tehát ezért ez mindig kicsit fura. Nem? Tehát a nagy részt azért nem szedi föl, mert nem akarja, nem azért, mert nincs nála zacskó. Vagy telefonál, vagy éppen másra figyel. Hát, de most életem azt azért érzed, hogy ez nem erős érv, hogy éppen telefonált és nem vette észre, hogy kakilt a kutya. Mert például sétálsz a kutyával, én egyszer az apósomét elvittem néhányszor, és amikor ő megállt, akkor így tudod, hogy nem megy tovább. Hát a pórázomban. Én úgy tudom, hogy a fővárosban pórázon lehet kivinni a kutyát. Ugye jól tudom? Igen, jól mi vagy te önkéntesen? Nem mi vagyok önkéntesen, vagy csak nem mi vagyok vagy? Hülye. Mi vagy te? Nem mondjuk már ki azt. Ki vagy te valójában? Nem milyen vagyok, ember vagy nem te? Vagyok önkéntes rendőr, de nem mondjuk már, tehát hogy ne játsszuk már, hogy nem vesszük észre, hogy szarik a kutyánk, a kutyafáját, bocsánat. Hát, értsd már meg, ha megszólal a telefonom, hát balra kell egy kicsit valami. Hát de nem tudsz tovább menni, ugyanis az a legszebb, amikor tudod, a kutya intézi, és így megpróbálja elrángatni, és tudod, a kutya a rángatás közben próbálja, és akkor már nincs visszaút. Tehát akkor már nincs visszaút. Na jó, hát olyan nagy megoldóképlet a kezetekbe sincsen, akkor ahogy látom. Viki, nem? Tehát kutyablogger írás ide vagy oda, nem tudtatok nagyon okos dolgot mondani, mint hogy a kutyákat rászok, vagy a kutya gazdikat rászoktatni arra, hogy vállaljanak felelősséget. Ugye? Ez a legfontosabb. Igen, én úgy gondolom, hogy szemléletváltásra van szükség, és ez lehet a megoldás, igen. Oké, okay. Viki, köszi! Köszönjük szépen, sziasztok! Na, nem lettünk beljebb, ugye jól érzem. Őrület volt, amit Viki elmondott. Őrület. De semmi. Nagy segítséget nem kaptunk. És a macskák? Mi van a na most mi van a macskákkal? Semmi. Nálunk a játszótéren több macska van, aha, mint kutya. De és viszi a gazdája, vagy ő csak úgy ott van? Nem, hát ezek a kóbor macskák, akik jönnek. Hát azzal most nem tudsz mit csinálni. Azzal nagyon nem. Igen. Na jó. Hát ezt most nem tudtuk megoldani, ez kicsit zavar. Semmivel nem jutottunk előre. Az a megoldás, hogy a gazdi figyeljen oda, és szedje össze, és akkor higgyétek el, hogy lehet mindenütt sétálni. Korrektül. Ha sétálok a gyerekkel, és rájön az erdőben, utána is szedjem össze? Igen. Van nagyon egyszerű kis összecsukható, egy ekkora, egy 5x5-ös kis dobozkát viszel magaddal, amit ha szétnyitsz... Dobozkát, mi hova vagyunk, akkor jába akarom ekkor, bevinni. De ekkora kis doboz, szétbontod, és utibili, úgy hívják, hogy utibili, és rá is tud ülni a gyerek. Nyilván teljesen reális, hogy melyik dobogok őre a gyerek, és utibilit viszek, van, nem? Egy, miért? Benne van az miért a... Miért kéne már összeszedni? Hagyjál már, ne legyél más. De most mi most oda kakilna Benni? A Pilisszentkereszt dobogok kék útvonalon egy bokor mögé? Hát ez legyen a város és az ország legnagyobb problémája. Igen, kevesebbet kakilna Benni kint a Pilis dobogok útvonalon, mint miért a kutyán. Te beperánkázott magad, ha elmész túrázni, és rád jön? Vagy mit csinálsz? Persze, mindig. Rendesen. Igen, vagy viszek magammal egy nagyobb utibilit. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Nem az egyszer-egyszer oda kakiló kutyákkal van baj, hanem a rengeteg kutya. Hanem a rendszeresen az erdőben túrázó gyerekekkel. Így van, akik oda állnak. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Marci, hello! Sziasztok! Hello. Marci, honnan hívsz minket? Hello! Budapestről, de amúgy taksonyi vagyok. Ne csinálj! De komoly. Veszélyesen élsz. Azt aztán tudsz élni. Mit csinálsz itt Budapesten? Dolgozni megyek éppen. Na, igen, hova? Munkatűzvédelem, szállodába. Ez mi, oktatod, vagy ez ellenőrződ, hogy mit csinálsz? Mindent. Igen, oktatok is, ellenőrzök is. Aha, picit lejjebb halkítod a rádiót? Kocsiban vagyok, de próbálok. Hát de ott is le van az alapján, amilyen bujavágyak vonalát kellene vezetned. Oké, lejjebb vettem. Na látod? És hogy zajlik egy ilyen oktatás? Hát van egy. Hogy kezdett? Szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, úgy, pontosan. És ne unják előre az oktatást, igyekszem érdekesen elmondani. Kész egy mondatot, ha tűz van, próbálj kijutni. Nem? Hát, ne használd a liftet, menj a lépcsőn. Na, Balázs, nagyon tudom. Ne viccelj, hát minden liftnél ki van írva, hogy ne használj, tűz esetén ne használja. Igen, nektek is kell évente ilyen oktatásügy. Járunk is olyan rendszeresen, te hújjúj. Egy ember megy föl és aláírja a jelenlétévet. Na.
Buktasd. Nem, mindig ott vagyunk. Ott ezt mondom. Orvosi vizsgálaton is ott vagyunk. Azon is. És tűzvédelmi oktatásunk is ott van. És munkavédelmi oktatásunk is van. Munkavédelmi is. Nagyon, nagyon jó. Nagyon helyes, nagyon helyes. Megdicsérnél minket, hogy milyen felkészültek vagyunk. Igen, gondolom. Minden nap leveszem a poroltót, megfújom, körbeviszem Feri is ellenőrzi. Egyet kifújunk egy kört belőle. Figyelj, Bacsi, ez miért van, hogy az ember meglát egy poroltót, és ellenállhatatlan vágyat érez, hogy egyszer megnyomja? Nem? Bármikor látok egy ilyen poroltót, hogy legalább egyszer. Sokan vannak ezzel így, igen? Nem tudom. Uh-huh. Te már nyomtál, Marci? Így, persze. Na, és milyen jó? Nagyon. A biomi nem igazi volt. Ömlik belőle a por, vagy mi van? Mi történik? Hát igen, lehet is szakaszosan is. Oh. De többször is el. És mi a hab jön belőle, vagy por jön, vagy mi jön belőle? Hát attól függ, milyen. Lehet por, hab, széndioxid, attól függ, mi van benne. Hát jobb vágod ezt a témát. Hát ezzel foglalkozom, nehéz. És egy ilyen tűzoktató, vagy egy ilyen munkavédelmi is, hogy mi vagy te pontosan, mit mondtál? Tűzvédelmi, várja, hogy egyszer valódi tűzbe kerüljön? Tehát, hogy te, nem? Tehát nem vagy piromán? Nem. Az oktatás után azért a szállod a haját. Karácsonykor kicsit meggyújtod a fenyőfát, és állna kimenekíted a családot az alternatív kijáraton, a víz kijáraton, hát nincs ilyen. Nem, szeretnék soha ilyet, igazából, köszönöm. Na jól van. Oké, Marci, mindent megtudtunk rólad. Na, hát látod. Egy nyitott könyv vagy. És a gyerekeid, amikor tényleg így születésnapi torta van, vagy ilyen azért egy nagy porral oltó oda van. Van otthon tűzotok. A gyerekek már részesülve lettek a tűzvédelmi oktatásban? Tudják, hogy mit kell csinálni a tűzben, igen. Ki jött a múltkor a mosogatóképszer elő hozzánk, képzeld, Marci. Igen, és? És azt mondta nekem, hogy tudod-e, Balázs, hogyha tűz van a lakásban, mennyi időd van kijutni? Mondjuk meggyullad a karácsonyfa. És mondott valami olyan számot, amitől megrémültem, azt mondtam, hogy figyelj, 3 perc, és mondta, hogy felejtsd el, a szőnyeg, a műanyag, a függöny, kb. 70-80 másodpercet van, elvileg ezt ő mondta, kijutni a lakásból, mert utána füstmérgezés az közbeszól. Ez igaz? Hát vannak ilyen oktatófilmek, föl meggyújtják a kanapét egy gyertyával, és másfél percen belül, ha nem avatkozol bele, akkor belobban az egész lakás. Kemény. Ez nem játék. A tűzoltóság csinált egy darabig ilyen bemutató dolgot, hogy egy konténert berendeztek, csak hát már nyilván a másodikra nem volt pénz, hogy újra bútorozzák, de gyakorlatilag tényleg ilyen másodpercek alatt. De nagyon ijesztő tényleg. Igen. Másfél perc. Másfél perc, vagy ő is valamilyen időt mondott, igen. 4 perc, ott teljesen kég a szoba. Igen. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Owen Bácsi Berulini, figyelj. Figyelek. A kis kutyájuk horkol? Igen, igen, nem gittel horkol. Horkol a kutya. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez. Jó. Guns N' Roses. Hey! Be is tesszük 8 után, hogy hop, hop! Egy kis életet leheljünk magunkba. Jó? Jaj, de jó, köszönöm, köszönöm. Ezt meg kell hallgatni, gyerekek, ezt emellett nem mehetünk el szó nélkül. Marci, megvan az ajándékcsomag! Köszönöm! Régóta vadásztál rám? Két hete. Tényleg? Aha, igen. És miért előtte miért nem kellett? Kellett előtte is, csak mindig. Egyszer-kétszer írtam, aztán most folyamatosan. Igen. Milyen verset írtál? Jó reggelt, Balázs, Feri, Jani. Marci, szeretném a Verusat játszani. Aha, szép vers. Ezek alapján választottuk ki? Nem? Nyugtass meg, Júli, hogy nem. Jó. No. Marci, küldjük neked. Jó, körülbelül 2 hétből megérkezik. Köszönöm szépen, hogy játszottam. Hello, Marci. Szép napot nektek. Sziasztok. Hello. Tűz ne legyen. Marci. Aranyos volt. Ugye? Ugye ő az, aki így húzott. Búja Marci. Nagyon kemény, de benne van az, hogy egy kis vagy elkapod, vagy megver. Az biztos. Tűzoltásra hátra a ráncigát. 5 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek után pedig jövünk mi is. 8 óra múlt 12 perccel, hát micsoda ébresztő zene. Kérem szépen. Végre. Hát, hogy a viharba, de utálom ezt. Hogy a viharba, nagy uram. Hogy a viharba ne. Hogy a viharba ne, szőröm, mesterem. Mi a helyzet, vezérem, jól vagy? Nagyon jó, minden a legnagyobb rendben, kis cimbora. Megiszunk egy sörikét, nagy uram. Hm? Egy jóféle sörítalt. Egy jóféle, na így már jó. Vezérem, hogy a viharban. Jóféle sörítalt. Azt a mindenit. Na, de hát egy jó kis ébresztő zene volt ez. Úgyhogy ennél többet egyszerűen nem tudunk megtenni annak érdekében, hogy valaki fölébredjen. Ha ettől se, akkor tényleg senkitől. Akkor nem? Akkor feküdj vissza. Akkor feküdj vissza, és nem menj ma be. De itt semmi értelme a mai munkának.
Besírok, írja egy hallgató, pontosabban Petya, az M1-esen Bábolna környékén biciklis hölgy az autópályán. Imádom, én imádom az ilyeneket. Honnan megy, hova megy, miért megy, mi célból indult el, és miért az autópályán? Tudja-e, hogy ő autópályán van? Tudja. Nem tudja, szóltak-e neki, vagy nem? Ez, megállnék legszívesebben, és ilyenkor megkérdeznék egy csomó mindent. Vannak ezek a nem tudod, hogy honnan megy, nem tudod, hogy hova akar eljutni, de megy. És van-e matricája? Igen, ugye? És van-e matricája? Jogtalan autópálya használ. Országutakon szoktam látni, tudod, de előtted, utánad sehol város, falu, semmi, 10 kilométerig csak a pusztaság, és valaki vonul. De nagyon vonul. És tudod, hogy 20 kilométerre mögöllett semmi, előtted és semmi. Van nála gázpalack? És valamit víz vontat, és valahova megy. Imádom az ilyeneket. Tehát ő is hova vajon? Há, lassan mindenki átér a másik helyre. Viszont a Velencei tóra menjetek bringázni, kész a bringa út. Na, körbeért? Csak mondom. Tényleg? Ilyen. Nagyon jó. Ilyen, nagyon jó. Szépen lemegy a partra, gyönyörű helyen megy. Nyáron nagy kiabálások lesznek, mert ugye úgy van, hogy a büfé van az egyik oldalon, a strand a másik oldalon, és a bringa út így keresztbe. Tehát ott azért Gyuri bácsi villája előtt is át tudok menni? Nem. Gyuri bácsi villája mögött tudsz átmenni. Igen? Te Gyuri bácsi vízkapcsolatos? Vízkapcsolatos. A kutya fáját, a szemtelen. Hát nem csak ő, ott néhány telek vízkapcsolatos, de fölötte így el tudsz hussanni. Be tudok dobni egy fél literes tejezacskod? Nem? Hát odáig még négy telket át kell dobnod. És azt tudom, hogy bevízi biciklizek Gyuri bácsihoz? Azt tudod, azt igen? Tudod, van neki stég. És oda gittelek a stégre? Hát ha neked ez a gitta mániád ma, akkor igen. Keresd a fehér szökőkutat. Keresd Klárikát. Fehér szökőkút? Fehér szökőkút. Porcelán köpő tigris? És oroszlán a kerítés. Én imádom őket. Nekem a legjobb barátom, apukája együtt kártyázott régebben Gyuri bácsival, és mindig találkoztunk. 16 éves voltam, meg 18 éves, jött Gyuri bácsi. Na, nagyon nagy formát. Baláská, gyere, nézzek az új. Tudta, hogy óramániás vagyok, nézd meg az új Patek Philippe-emet, értettem a kis banánt, akkor láttam először déli gyümölcsöt. Gyere, nézd meg, Baláskám, jó órát vettem, mondja Gyuri bácsi. Hát mondom, Gyuri bácsi, ez egy Patek Philippe, szeretem az órákat. Igen. Nézd, nem is tudtam, hogy miért került 8 millióba. Ez jó? Tudod, és rászorítottam a konyhapultra. Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, hát ez nagyon komoly a kérdés, kínált a kis poszkim. Nem Gyuri bácsi, hát 16 darab kis poszkit tudnék venni konkrétan. És mindig megmutatta nekem az új óráját. Maláskám. Hoztam. IVC Schaffhausen volt a kezem. És odahívott, mindig én voltam az óravizsgálója, nézzem meg. Jó órája van-e. És kamukat vett, vagy eredetet? Viccelsz. Egyszer elhatároztuk, hogy a kint ott pont az ajtó előtt vágjuk le a bal kezét. Ahogy ül a kilincsét. Gimnazista voltam, és a legjobb barátom apukával együtt kártyázott. Mondom, már mi lenne, ha beöltöznénk, és amikor lép ki, Csepelen laknak egy nagyon szép környékem, lép ki, maszkot húzunk, oda megyünk, hús, levágjuk a bal kezét. Hát akkor ilyen 2-3 millió forint, hát az hihetetlenül nagy. Meg az óra maga. Ugye elviszük. Szép. És akkor megbeszéltük, az egyik rohan a levágott kézzel, leveszi róla az órát, a másik elkötözi a sebet, tehát nem hagytuk volna, hogy Gyuri bácsi meg is úgy, mentitek. Tehát lett volna benne egy ilyen megmentés, mert én 3 hetente találkoztam vele, de mondom, én 15 éves voltam, meg 18 éves, és meg ott kártyázott mindig. Mindig csak az aprót vettük el a zsebéből, tehát nem sokat. Ja, korrektek vagytok a kihagyott kabátjából, mi? Nem sokat, mint 10-20 ezer forint volt nálam mindig ott kár. Römiztek, mindig rabló römiztek egyébként. És visszadobtátok volna a levágott kezet? Hova? Neki? Neki. Aha, hogy még vissza tudja varatni? Az volt a terv, hogy elszaladunk az útvégéjét, levesszük a Schaffhausent, és visszavisszük Gyuri bácsinak a kezet, és bedobjuk neki, és persze. Megmentő vagy azzal is, hogy Gyuri bácsi, ez nem a magáé. Nem terveztünk ilyet, természetesen csak viccelünk. Egyébként Gyuri bácsi nagyon, nagyon cuki. Szóval mi volt a Velencei úton, vagy a Velencei környékén még a bicikli út elkészült. Így van, egy szakasz van még, a Pákhoz meg a Dínyés közötti, de az egy nagyon mellékút, és ott is gyönyörűen tudsz tekerni, úgyhogy ilyen aszfalt van, megőrülsz tényleg. Az a baj, hogy csak részletekben hallom, amit mondasz, mert még mindig a kutyakaki, a blogger informatív hatás alatt vagyok. Tehát Viki a blogger, egyszerűen jöttünk, mentünk, eltértünk a témától, visszatértünk, de a kutya blogger író Viki az annyira helyretett minket, hogy egyszerűen nem dolgozom még az információkat, amiket mondott. Én Vikit már csak úgy hívom magamban, hogy a kőszikla. Igen, tehát tudod, amit kőszikla. Ő letesz, az ott van, és abba lehet kapaszkodni. Ha én kutyás lennék, én csak ezt a blogot olvasnám, és olyan fegyvert kapsz a kezedbe, érted, Vikivel, és az ő blogjával, hogy bármit meg tudsz. Egyszerűen elképesztő volt. Nagyon jó a Viki. Igen. Mielőtt bárki megírná, mondom a bulvársajtónak, nem akartuk levágni Gyuri bácsi kezét. Humorizáltam. Jó, azért na, titokban megfordult a fejed. Nem, de az apróját elvettük.
És azóta se tudja, ki volt. Teljes útzár van a 8-as számú főúton Székesfehérvár felé vezető szakaszára, ráadásul Várpalotán metrós IMI küldte nekünk. Szeged Izabella híd befelé érkezőket fotózza a zöld transporter, üzente nekünk Robi. Roland írta nekünk szintén az M1-esen a 142-es kilométer kőnél hegyes halom felé mérnek, valamint a Baladon összödi lejáró közelében egy nagyméretű kutya riadta rohangál lánccal a nyakában, ez az M7-esen van, ezt Zotya küldte. DJ üzeni, hogy az Árpád híd Pest felé katasztrófa, és az M6-os Pest felé lezárva a 142-es kilométernél Pécs felé, ezt Balu küldte nekünk. Na, a Klein Dávidról akartam csak egy mondatot mondani, mert ugye ígértük, hogy, hogy hívjuk. Aha. De ugye ő már többször elindult, és többször próbálta így vagy úgy megmászni a Monteverestet, talán ő tartja a rekordot abban, hogy a legtöbbször nem jutott föl. De elindult. De mindig elindult. Igen, tehát az elinduló, igen, de fel nem jutó ember. És hát szegényként most se túl szerencsés, amit olvasok róla. Ugye naponta dolgozunk azon, hogy meg tudjuk ott szólaltatni, de most éppen lemerült a telefonja, aztán most tölteni kell a műholdas telefon, meg nincs nála, meg lehet, hogy most följebb megy az alaptáborból. De hogy valami olyan szerencsétlen csillagzat alatt született, hogy... vagy egyszerűen ugye ilyen ritkán van, most nem tudom hány éve nem volt ekkora lavina, ami ugye most hát rányomja a, uh-huh, a bélyegét. A bélyegét, igen, az expedícióra. Ugye a hegy nepáli részén pénteken lezúdult egy lavina, és több ember halálát okozta. Közben az expedíció vezetője a Klein Dávidnak rosszul lett, őt le kellett vinni. Akkor hát, a Dávid visszament, a... szóval, hogy szerencsétlen, igen, nem nagyon boldogul ez a hegymászással. A sztori az úgy kezdődött, hogy az a hölgy, akivel ő kiment, aki neki a háttérországa lett volna, az azon a magasságon rosszul lett, ami az alaptábor, akkor visszajöttek, akkor megint fölmentek, most jött ez a lavina, tehát tényleg nem túl szerencsés a dolog, de hát, ha így tudja majd megcsinálni, annál édesebb lesz a dicsőség, ha följut. Igen. Minden esetre próbáljuk őt előkeríteni, úgyhogy... úgyhogy ha meg lesz és elérhető, akkor beszélünk vele, hogy mi a helyzet. Hát lassan neki kell indulni a csúcstámadásnak, nem? Aha. Azt mondta, hogy így április végén, május elején ez... Menni kell, mert utána megint rossz idő van. Utána meg gondolom olvad annyira, igen, hogy elinduljon. Mondom én ezt a nagy hegymászó. Ha mondjuk így látom, ugye, valaki, akkor ezt neked elhiszem, akkor... hogy te így rámondod az Everestre, hogy figyelj, Bali, indulni kell, mert indulj. Utána májusban jön a monszun, elkezd olvadni. Neked, igen, minden szabad arany ebben a témában. 6000-nél megolvad, hogy 6000-nél elkezdett a gleccserek átfolynak, ott a hágók már járhatatlanná válnak. Hát... és a híres serpa ünnep május végén. Azok nem dolgoznak olyankor. A tudod, hogy most lázadnak egyébként, nagyon érdekes. De fellázadtak, ugye pontosan a lavina után. Mert hogy ugye a nepáli részen zúdult le ez a lavina, több oldalról lehet megmászni a Monteverestet, a tibeti rész, nepáli rész, és azt mondták a nepáli kormánynak, hogy már pedig emeljék fel az alapot, amiből ők részesülnek, mert hogy annyian halnak meg, és annyira kevés pénzt kapnak a befolyó összegből, ami a nepáli kormánynak befolyik a hegymászokból, sok-sok millió dollárról van szó, hogy ha nem emelnek az alapon, és nem részesülnek a hegyi expedíciók bevételéből nagyobb, aha, százalékban, akkor egész egyszer leállnak a hegymászással, ami azért baj, mert óriási kiesés a nepáli kormánynak nyilván, hogy nem tudnak expedíciókat de bonyolítani. Kapnak pénzt azért. Kapnak, nem, csak hogy... nagyon keveset. Tehát a nepáli kormánynak bejön, mondjuk, ha te meg akarod mászni az Everestet egy évben mondjuk 5 millió dollár, aha, összesen ugye az összes expedícióban, és abból a serpák mondjuk megkapják az ötödét, a tizedét. Aha. És azt mondták, hogy mi visszük a bőrünket a vásárra, itt is nagyon sok serpa egyébként meghalt, olyanok is, akik többször fönn voltak az Everesten. Nagy látványos temetésük volt Nepálban, hát nagyon tisztelik őket, meg nagyon szeretik őket. Azt mondták, hogy ha nem kapunk többet, akkor egész egyszerűen senkit nem viszünk föl a hegyre. És akkor most a nepáli kormány mondta, hogy oké, gyerekek, másszatok tovább, ne álljatok le, majd egy kicsit megpróbálunk nektek több, aha, pénzt biztosítani. De amikor én oda megyek fölmenni egy ilyen túra, mondjuk egy akkor angolok oda mennek, ők nem adnak a serpáknak? Adnak a nyilván a serpáknak, adnak, meg van egy ilyen zsebből zsebbe rendszer, persze, aha, de neked ugye a hivatalos expedíciódra a papírokat azt mondjuk a nepáli kormánytól, uh-huh, kell, meglehetősen bürokratikus módon egyeztetve a nepáli oldal, a tibeti oldal, a kínai oldal beszerezne. Tehát a nepáli kormánynak is fizetsz, például a nepáli oldalról mászod. Aha. És ugye ebből bejön x millió dollár, és annak csak egy nagyon töredék részét, vagy nagyon apró részét kapják meg a serpák, akik azt mondták, hogy jó, rendben van, csak akkor nem mászunk tovább. És most pont a lavina kapcsán. Az nem lenne jó az államnak. Az nyilván nem biztos, hogy jó. Azért ez kemény meló, gyerekek, még akkor is, hogy nyilván ott élsz, tehát hogy ők ugye aklimatizálódtak már születésüktől kezdve, de azért azt bevállalni föl, hiszem, hogy jön az európai... Többszörösét keresik meg egy expedícióval, mint a nepáli átlag kereset. Tehát mondjuk a nepáli átlag kereset egy évben, most nem akarok hülye számokat mondani, 6-700-800 vagy 1000 dollár körülbelül, aha, mondjuk, és annak a többszörösét keresik meg egyetlen egy expedícióval, 6-7000 dollár, tehát hihetetlenül jól keresnek. Csak hát nyilván nagyobb a veszély, igen. Na, viszont van egy fiú,
akiről a hétvégén olvastam, és hát picit járjunk utána, hogy ez hogy történt. Tehát hallottál a 16 éves srácról, aki Kaliforniától Hawaiiig utazott egy repülőgépen? De hát ez ugye... szokott, veszel jegyet, fölülsz, beülsz a B sor, vagy nem tudom, 23. sor B ülés, jön a sztyúli. Igen, a B sor, te se sokat repülsz. Te is egy nagy repülő vagy, beülsz a B sorba. B sorba a 23. ülésre beülsz, végigmész, és a végén leszállsz. Azért ez nem egy nagy sztori, tehát ha ezzel akarod kitölteni ezt az órát, akkor zenéljünk. Ennél sokkal durvább a dolog, mert hogy összeveszett a szüleivel. Aha. 16 éves, és fogta magát, és átmászott a repülőtér kerítésén. Egy kaliforniai repülőtérről van szó, tehát azért ott nem mászol csak úgy át. A biztonsági kamerák szeme láttára odalopózott a Hawaiian Airlines légitársaság 45-ös számú járatához, majd felkapaszkodott a kerekeken keresztül a futómű kamrába. Gondolta, hogy hát ő utazik egyet, szerintem fogalma nem volt, hogy hova megy a gép, ha csak nem volt magán a gépen nagy betűkkel. Hát Hawaiian Airlines, Honolulu, welcome to Hawaii. Felszállt a repülő 11 000-es átlagmagasságra, és hát itt nem többet, mint egy 4000 kilométert jól szépen lerepült, és majd sikeresen landolt Hawaiion. Senki nem tudja, hogy nem fagyott meg. Hát van a hideg, meg van az oxigén hiány. Igen, ugye ez ott a nincs, kettő, ott, mert a kabin maga túlnyomás alatt van, vagy hát ott van a levegő nyilván. De a kamrában nincs. Életben maradt, az utazás nagy részét állítólagosan eszméletlenül töltötte. És az FBI, hát, FBI kikérdezte, de nem tud semmire válaszolni, mert elájult. Jézus. Mondjuk eseménymentes utazásod volt. Én elájulsz, és leszállsz a végén. És amikor kapsz megint levegőt, akkor visszatérsz az életbe, és azt mondom, hogy itt vagyok, Hawaiion, tök jó. A biztonsági szolgálatnak így nem tűnt fel, hogy a csávó óvakodik a repülőgép felé? Tehát, hogy átmászott a kerítésen, azt ugye látták a kamerák. Ebben ez a durva, és hogy ez senkinek nem tűnt föl, ő teljesen civilként átmászott a kerítésen, a kifutó téren, vagy a repülő, ugye ahol parkolnak a repülők, elsétált egy repülőig, de hogy a keréken keresztül mászol föl, vagy hogy mászol föl? Úgy. Mert amikor kiengedi a kereket, akkor kinyílik ki két oldalt egy ajtó, és szerintem az már a repülőgép belsejébe vezet. Gondold el, hogy mekkora baki, hogy egy 16 éves srác végig sétál a reptéren. Aha. Fölkapaszkodott, te föl tudsz mászni, tehát az nyitva van, akkor te fölkapaszkodsz a kerékre, és azt eléred, és szépen fölmászol? Hát gondolom, hogy én például nem férek bele. És kapaszkodsz végig a kerékbe? Vagy te hova mész föl? A kerék ugye benyílik, vagy becsukódik ugye maga alá, annak van egy kis ilyen kis fülkéje. Vagy ő a kerékbe kapaszkodott, úgy szállt föl a gép, hogy ő kapaszkodott a kerékbe. Ne. És amikor szépen becsukódott, akkor mondta, hogy jó, már mindjárt bent vagyok. Becsukódott, bezárták, és úgy repülte végig. És amikor elájult fönt a csukott ajtóval, és szálltak lefelé, és egyszer csak nyitott a pilóta, akkor nem zuhant ki? Vagy akkor már magához tér? Vagy szóltak neki, hogy legyen szíves kapcsolja be az őt, mert nem sokára... Szerintem ők nem tudták, hogy ott van. Ez én is csak hűltem, nyilván nem szóltak is senki. Akkor derült ki, amikor leértek, nem? Igen. Vagy azt mondja, jó, mit én fölkapogott, hogy valaki adjon már egy sonkás szendvicset, mert marára éhes vagyok. Ez hogy van? És akkor te... tulajdonképpen ugye nincs ott nagyon nagy hely, tehát becsukódik a kerék, azt még meg kell várnod, tehát ő tudatosan tudta, hogy hova mászott föl, és kicsit föltapadt a falra, mert mondta, hogy nagy baj van, mert jön a kerék, jött a kerék, az felcsukódott, ő belekapaszkodott, ráfeküdt a kerékre, majd elájult? Vagy amikor repülőt tervezel, akkor például ott hadsz annyi helyet, hogy egy ember elférjen, gondolván ez ilyen amerikai tinédzserekre? Ha még Schwarzenegger a Kommandóba is. Tessék. Ő ezt csinálta, csak ő aztán leugrott, mert még 9 óra 50 perc volt, hogy meg kell menteni a lányát. Gondold el, micsoda hiba. Most gondold el, ott valaki bombával vagy bármivel felkapaszkodik. Ugyanúgy fel tudtál volna vinni egy bombát. De szeretem az amerikaiakat, mindig mondják, hogy ők aztán mennyire meg hogy túlbiztosítanak mindenkit, és egy 16 éves srác csak azért, mert összeveszik. Még érdekes, ez nekem soha nem jutott eszembe, hogy összevesztem, és kiszaladjak Kiszaladjak Ferihegyre, és mondjuk egy Budapest-Varsót lerepüljek a kerékben, nem? Tehát hogy ez így valahogy nem jött. Elindultam a lépcsőházba, mindig rájöttem, hogy baromi hideg van, meg, igen, meg nincs kicsit hiányzik, és már az anyukám jó lenne visszamenni. De azért ez bevállalósnak kell lenni. Ez már a lépcsőházban eszedbe jutott, hogy hiányzik a mama? Ez az első fordulóban, pedig már 20 éves voltam. Akkor próbáltam meg először elhagyni. Na, van egy kis segítségünk. Mészáros Zoltán, akivel mi már többször beszéltünk, aki maga is pilóta, elmondja, hogy ez hogy történhetett. Meg hello Zoli, jó reggelt! Szervusztok, szia mindenkinek! Hello, jó reggelt! Éppen repülés előtt, vagy ma pihenőnapod van, hogy vagy? Hát közben vagyok. Nem napfényes Szicíliában, az Etna tövében ülök. Hát most majdnem. Igen, majdnem mondtunk valami. Tényleg éppen Szicíliában? Igen, de hát esik az eső, úgyhogy... Na, hát jó van. Neked is. Mindig örülök, ha valakinek hasonló a rossz, mint nekem. Hát az... Na, figyelj, ez hogy történhetett? Hallottál erről a kaliforniai fiúról, aki felkapaszkodott? Igen, na, ez hogy történik? Vagy ez hogy lehet megcsinálni? Hál' Istennek, mert nem volt ilyen ma.
úgyhogy minden rendben van. Többször próbálkoztak már ezzel régebben, nem nagyon érték túl az emberek általában ezt a utazást. Ez egy csoda szerintem, hogy ez a fiú túlélte, ugyanis egy 5 órás repülés 11 ezer méter fölött, hát az eléggé oxigén hiányos. Tehát az előírások úgy vannak, hogy 4 ezer méter fölött már oxigént kell viselni, ha valaki csak úgy repül. Aha. Nyilván a repülőgépen belül az itt tartott légnyomás értékek azok a kb. 2000 és 2500 méter közötti magasságnak felelnek meg. Ezek teljesen alkalmasak ugye az életre, ezzel nincsen semmi probléma. De 11500 méteren a futóaknában, ahol nincsen légkondicionálás, illetve nyomástartás, tehát ott a külső levegőnek a hőmérséklete, illetve nyomása uralkodik, 5 órát ellenni, vagy mondjuk 3 és felett, vagy 4 órát, ami ezen a magasságon van, hát az mondjuk úgy eléggé nettes. Tehát az nem lehet, hogy ahogy repült föl, elfogyott az oxigén, elájult, ugye? Ez volt a hírm, hogy elájult a srác. Na de a vegetatív idegrendszered működik? Tehát te lélegezni, akkor is lélegezni kell. De és nem lehet, hogy ájultan kevesebb tehát, kell? Én nekünk megvannak itt a megfelelő könyvek erre, illetve a tudások. Például ezen a magasságon, hogyha dehermetizálódik a kabin, tehát hogyha elveszíti a nyomást, akkor körülbelül olyan 15 és 20 másodperce van az embernek arra, hogy oxigénhez jusson valami úton módon, hát ez nyilván itt a fedélzeten rendelkezésre áll, mert különben azonnal elájul, és utána nem sokkal bekövetkezik a halál. Hát ezt mondja a tudás. Tehát hogyha mondjuk 11 ezer méteren vesztünk a kabin nyomásból, akkor 20 másodpercen van föltenni magamra, meg a gyerekre, meg mindenkire? Igen. Így van, mert figyelj, hogyha a gyerek például egy kicsit elájul, az nem gond, hogyha egy 10-20 másodpercen még később kapja meg az oxigén, mert utána aztán visszaélet, tehát azzal nincsen gond. Hát akkor ez átvágás, mondjuk, mert ezeken a képeken, ahol mindenki oxigént szívbe, ott mindenki nagyon mosolyog, meg nagyon röhög vagy. Pedig ez nem egy vidám élethelyzet. Ha visszaemlékeztek, volt egy súlyos katasztrófa, egy jó pár évvel ezelőtt, nem tudom pontosan a dátumát, egy ciprusi légitársaság volt, nem akarom említeni, már azóta nem működik egyébként, de mindegy, akiknél volt egy hiba a fedélzeten, utazó magasságon, illetve már emelkedés közben elment a légnyomás a kabinból. Ezt sajnos a személyzet, illetve hát nem csak a személyzet, hanem a volt a föld is, a telefonos segítséget is kértek, mondhatnám így. Tehát mindenki rosszul kezelte, és ott hát a körülbelül, talán ha jól emlékszem, 3,5 órát repült a repülő, aztán ugye a robotpilótával, aztán később lezuhant, mert elfogyott az üzemanyag, a fedélzeten mindenki meghalt. Tehát, a pilóták se vették észre, hogy nincs oxigén? Nem, valamit félre gondoltak, és hát azóta elég komolyan megszigorítottak mindenféle eljárást, mert az ilyen balesetekből mindig tanulni szellemgép. Atyaisten. De hát akkor ez a fiú, ez tényleg egy isteni csoda. Így van, szerintem. De az hogy lehet, hogy ő fölkapaszkodott a kerékre, felmászott, ott van annyi hely, hogy fellapuljon? Vagy ugye ott a kerék becsukódik? Megnéztem ezt a légitársaságot, akivel ez történt. Hogyha jól tudom, akkor ő Boeing 267-esekkel repüli ezt az útvonalat, tehát ez egy nagy gép, ez egy óriás gép, ugye a Malévnak is volt annak idején ebből, vagy 3. És ott azért van hely. Ott van hely. Ezekben a kisebb gépekben, amivel ugye itt főleg... már nem belföldön, hanem így a kontinensen belül repülnek, ott is talán el lehet férni, tehát van rá fizikailag van rá esély, hogy elfér az ember, de gyakorlatilag azért ott nem lehet elférni, tehát azok picik azok a helyek, de ez ilyen nagy repülőben ez a futó akna, ahova a kerék maga, tehát ott még van több alkatrész is, meg na most nekem van egyébként egy mentő ötletem. Na. Tehát, hogy ezt hogy lehetett megúszni? Ez ugye a kerék megy be ebbe az aknába veled együtt, és a keréken van gumi. Tömör gumi van benne, vagy pedig fő van pumpálva? Hát fő van fújva, igen, de sajnos nem légköri levegővel van fölfújva, hanem ez általában nitrogénnel fújja. Hogy kiszívod a gumiból a levegőt. Persze, kicsit megnyitod a szelepet. Azért az 4 órán keresztül azért az finom. És ott ugyanaz a hőmérséklet van, nem? Tehát ugyanez a mínusz... Hát a mínusz 60-70 fok. De hogy? Hát akkor ez fizikailag lehetetlen 4 órán keresztül. Hát igen, történnek csodák, mint ahogy azt már néhány ezer évre visszamenőleg ugye mindig valaki csodát tett meg. És ő aztán kimászott? Azt nem tudod? Vagy mert ezt mi se tudjuk, hogy vagy amikor... Ahogy az információkból leszűrtem, valami balhé volt otthon. Igen. Elszaladt, átmászott a kerítésen, bebújt a futóaknába, amikor még a gép a földön állt, és ott ő elbe tudott kiszorodni. Aztán majd kimászott, vagy észrevették. Ugye elméletileg ezeket a helyeket ellenőrizni kell felszállás előtt, illetve leszállás a két út között is. Pontosan azért, hogy oda idegen tárgy ne kerülhessen be, ez a repülés a biztonsági része.
főleg ugye a 2001-es események után, és ezt szigorúan ellenőrizni kellene. Na most, hogy ugye az FBI hallgatja ki a fiút, ennek nem is az a lényeg, hogy miért akart bemászni a futóaknába, vagy miért akart havarni, vagy akárhova elrepülni, hanem hogy egyáltalán hogy tudta ezt megtenni, ez itt a nagyon nagy kérdés. Ugyanis a biztonsági előírások szerint, vagy miatt elméletileg lehetetlen. Hát több pont most, is van, ugye egyrészt... Úgyhogy ez mégis megtörténhetett, akkor ott a biztonsági eljárásokra, vagy azoknak a végrehajtásával lehet gond az adott repülőtéren, vagy az adott légitársaságnál, és ezt ugye fel kell tárni, mert ez egy veszélyes. Még azt nem tudom, hogy miért a Klein Dávid van az Everesten, tehát hogy ezt a fiút kell vinni magyar színekben. Figyelj, 11 ezer mérte, mínusz 64 órát így átrepül, hát mit csinál a Dávid? Egy pólóban. Egy pólóban, azért, mert összeveszett kicsit a szülevel berágot, hát menjen ő, nem? Indítsuk őt, hát ilyen adottságokkal, ez egyébként elképesztő. De a pilóta ott Vannak olyan szervezetek, nyilván vannak olyan emberi szervezetek, akik egy kicsit jobban bírják ezt a magasságot, hát megmászták már a Mount Everestet is, ha jól tudom, oxigénpalack nélkül. Persze, de azért ez extrém. Hát sok tréning, meg minden kell, hogy ezt meg tudják tenni. Csak itt simán egy átlagos utcán sétáló ember, hogyha hirtelen fölrántanának a Mount Everestre, akkor ott elég. Valószínűleg nem élni túl, igen. Figyelj, amikor ti így leszálltok és így körbejárátok a gépet, akkor mit néztek? Mit kopogtattok, hogy mit néztek? Mert ez nekem sose tiszta, hogy megvan-e mi? Hogy ránézel, hogy körbenézel, hát ebből azért olyan nagyon sok minden nem derül ki. Hát olyan dolgokat keresünk, ami szemmel azért eléggé látható. Tehát, hogyha valamilyen az üzemeltetéshez szükséges anyag például folyik a repülőből, bármilyen hidraulikai olajok vagy üzemanyag, azt azért elég könnyen észre lehet venni, vagy hogyha valamilyen külső sérülés van, akár egy madár ütközött a repülőnek. Aha, vagy ezeket nézitek. Igen, ezeket nézzük. Ez ugye a repülőgép állapotával foglalkozik, ez a körbejárás, illetve természetesen a biztonság is, tehát az, hogy pontosan ezért, hogy ilyen idegen tárgyak ne kerülhessenek, minden olyan helyre benézünk, ahol be lehet tenni az állásidő alatt dolgokat, tehát a csomagterekbe, például a hajtóművekbe, ahova be lehet nyúlni, a futómű aknába mindegyikbe, tehát az orrfutóba, illetve a főfutó aknába körül kell jól nézni tüzetesen, mert mondjuk egy gyereket vagy egy felnőttet hamar itt lehet tenni ebbe a kis futómű aknába. Igen, mondjuk nyilván egy falusi majd nehezebben tudna elbújni mondjuk egy futó aknába, tehát hogy ezt ő nem tudja végrehajtani. És meddig vagytok még Szicíliában? Hát még egy 15 percet körülbelül. Tényleg? Reggel mentél és jössz is vissza? Igen. Palermo? Megyek. Catania, persze. És már aki futón, tehát áldogáltok? Ülsz már bent? Itt áldogálunk, igen. Az utasok már megjelentek a gép alatt. De nem engedjük föl őket. Még a mai nap folyamán még egyszer visszajövünk ide, mert szeretjük látni az Etnát. Nagyon jó. Nagyon izgalmas. Azért egy idő után ez is érdekes, igen, ugyanoda többször visszarepülni. Jól van, vigyázzatok magatokra, jó repülés nektek, köszönjük szépen. Szívesen, szervusztok. Köszi, Zoli, szép repülés, jó repülés. Ciao, hello, Mészáros Zoltának, köszönjük szépen. Hát én kedvelem ezt a fiút. Jó, meg jókat mond. Igen. Vagy aki átutazott? Aki átutazott, meg az Olit is. Fél 9 volt, pontosan 6 perccel, 3-as ugrása már most lehet jelentkezni, és ebben a pillanatban futott be egy friss közlekedés. M5-ös Kecskemét után Budapest felé óriási baleset. Kamion az árokban, autó a feje tetején, több autó összetört. Eső miatt ráadásul rosszul látni őket, úgyhogy mindenki menjen lassan. Jönnek a hírek után pedig jövünk vissza mi. 3:49, múlt pontosan 1 perc. Azt mondja, hogy mérik az Újpest felé tartókat a 13. kerületi Békeúton lévő világítás technikai szakáruház előtt. Lassíts és mosolyogj. Szép napot, Móni. Aztán 20. kerületben már elhárult az akadály, teljes vonalhosszon közlekedik az 51-es és az 52-es villamos is. Hello, mindenkinek üzente Csabi. 142-es kilométernél Hegyes felé van egy trafi, ezt Boris küldte nekünk. Valamint az M5-ösön Kecskemét után Budapest felé óriási baleset van. Kamion az árokban, autó a feje tetején, több autó is összetört, úgyhogy ott is mindenki lassítson. Ez egészen pontosan a 75-ös kilométer szelvénynél történt Pest felé. Alakul a torlódás, üzeni nekünk Atis. Nincs lezárva az M6-os a 142-es kilométernél. Ex-kont is küldte nekünk, köszönjük szépen, és a budai-pesti alsórakpart továbbra is egészen egyenletesen halad, ezt Edina küldte.
Na, Jani hagyott itt nekünk hármasugrás kérdéseket? Nagyon szépeket hagyott itt, így van, megcsinálhatatlan, csak most mondom, a játékosok előre. A sokat emlegetett harmadik kérdés be van írva? Nincs beírva. Miért nincs beírva? Mondjuk már el. Nyírjuk ki, én tudom mi volt. Én is tudom. Te is tudod. Nyírjuk ki a francban, jó? Egy hete üldözzük ezt a kérdést. Igen, tehát most nem írta be, mert nyilván megint az van, hogy majd ha holnap visszajön, akkor majd akkor újra berakja. Nyírjuk ki azt a kérdést, most játékon kívül. Igen, és jó. Vagy hagyjuk meg a mostani játékosnak esetleg egy pótkérdésnek, és akkor elsütjük. Tehát ha most elrontja a harmadikat, akkor kap egy újat. Akkor kap egy újat, és akkor leleplezzük. Egyébként nem egy nagy kérdés, csak szerintem nehéz, és tologatjuk itt egy-két hete. De nem egy akkora trubány, szerintem. Na mindegy, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gábor, hello, jó reggel! Jó reggel! Hello Gábor, honnan hívsz minket? Székesfehérvárra. Székesfehérvár, mit csinálsz ott? Hát milyen fuvarokat szervezünk, export-import fuvarszervezéssel foglalkozunk. Ja, de nem te mész, csak irányítod az egészet. Nem, irányítjuk, igen. Uh-huh. Van, aki segít? Van, igen, Google jó barátunk. Jelenleg? Ajjaj. Akkor rövidebbek leszünk. Nem, csak vétszeltem. Persze. Saját kultfőből kell az ilyen dolgokat, mert van. Aha. Jó, de akkor társ nincs ott senki, tehát humanoid senki. Hát nincs. Nincs, egyedül vagy. Jó. Hát nem olyan nehéz szerintem. Megnézzük, jó? Oké. Így szól az első kérdés dedikált egéralátét helyett, dedikált nyakbalkasztó. Ha vagy, amink van. Igen. Milyen betűvel jelzik az Európai Unióban az élelmiszeripari adalék anyagokat? E, így van. Milyen aranyos kis kérdés ez a csütörtöki rovatunkra. Mondjad Gábor, mit mondtál? Nem, ez bejött a kollega, úgyhogy lesz segítség. Na, megérkezett közben? Hallja, hogy adásban vagy. Igen. Oké, így szól a második kérdés dedikált egéről átétért. Milyen nemzetiségű a világhírű énekesnő Björk? Björk. Milyen nemzetiségű? Svéd, nem? Svéd. Na? Na? Izland. Izland. Izland, így van. Mázli. Ott már a Google segített. Á, persze. Működik az internet rendesen? Nem használjuk. Na, hát ekkora kamus vagy, miért nem ismered be? Jó, egy picit működik, igen. Na, de ekkora kamus vagy, úristen. Ő nem, egyedül leszek, nem használok semmit, persze. Jó. Jobb a szállalom faktor a végén, tudom. Na, most biztos, hogy elbukod. Olyat kérdezünk, hogy megőrülsz. És nagyon rövid lesz az idő, figyelj. Mehet? Mehet. Ez a sokat tologatott harmadik kérdés, akkor most azt megkapod. Jó. Mondod? Mehet. Mondom. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Hogy hívják azt a hajót, amivel Fanándor újra vízre száll és megpróbálja hogy majd megkerülni a földet? Fanándor hajót. Na mi van? De semmi nem volt az az idő. De amíg, nagyon sok na most, volt. Most, ha még bemondod, tessék, most, akkor elfogadjuk. Most. Most. Így nem lehet. Mondd de most. Na, gyorsan. Filipa Fengeri. Áj, hát mennyi időt adjunk még, tényleg? Mennyi időt adjunk még? Mondtuk. Na jó, de időn túl volt. Nem időn túl, a harmadik időn túl. A harmadik időn túl, ráadásul, igen. Na ezt a kérdést tologattuk hetek óta, hogy miért, egyébként nem tudom, annyira nem nehéz, csak... Olyan ciki, mert Fehérvár is ráadásul itt is rakták össze. Ugye? Tessék, hát ez egyből kellett volna löknöd. Basszus. Már föl is borították, működik, szerintem most éppen már mennek a New York Barcelona. New York Barcelona? Igen, azzal kezdenek, igen, egy páros versennyel, azt hiszem ez után. De hogy átcsorognak New Yorkba. Ha be, most hogy vidd át? Átrepülőről nem tetted. Szépen átúszkálnak. Hajóra nem teszünk hajót, ugye? Az de hármű hülyesség lenne. Na? Ott a boom! Kezetekben vagyok. Na, ott a mi kezünkben? Hát ezt én kérem ki magamnak. Ez csak soha, a szoftver. Soha nem manipuláltunk számítógépes szoftverrel. Soha. Jó? Ha boom ad, akkor a boom ad. Ha nem ad, akkor nem ad. Mehetünk? Akkor bumoljunk. Na. Bumoljunk. Figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum! Jézus. Mi volt ez? Mi lenne, ha mindél benne? Milyen fáradt, ilyen hitehagyott, ilyen bum. Maga volt a lemondás, az elmúlás, a halál. Ez az a boom, amit kár elindítani. Hát ezt erre most elpazaroltuk egy lőszer. Tök jól elindult. Tök jó. Aha, tiki-taki. Be, persze. Úgy hallod? Aha.
Igen, igen. Tényleg? Boom. Figyelj, mondok neked valami jót. Na most, most boldoggá teszlek. Júj. Hajjaj. De hogy szám, hogy mondattam. Verbálisan csak. Oké. Okay. Na figyelj, nagy, de most tényleg nagyon figyelj. Mert egy olyan, most olyan annyira figyeljél, hogy megbőlom. Olyan dolgot fogsz kapni, amit, amit nem ad ám a bali csak úgy oda, egy akárkinek. Bizonyám. Senki, egy csak keresem. Indulunk ugye roadshow-ra. Igen. Májusban. És ha május 14-én eljössz Székesfehérvárra, mert hogy fehérvári vagy, azt mondtad, ugye? Igen, 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 itt vagyunk. Ott majd lehet, hogy kapsz egy ajándékcsomagot. De nagy lehet, hogy tudja, hogy elmegyek. Ez igen. Hát ha lehet, én azért tudni. Hogy kell beharangozni egy roadshow helyszínt, ha nem így? Ez nem? Maga a nagy lelkűség, gyerekek. Ez le akarok fel, tehát sírok. Hányra jársz dolgozni? 8-ra? 8-ra, igen. Tessék, 6-tól ott vagyunk, érted? Van 2 órád a melóval. Ott ott tudhatok menni a megdonáltatok? Igen, így van, ott vagyunk. Ott megyünk el, látod, nagyon jó lesz. Szépen csöpögtetjük a turné helyszíneket, az már biztos, hogy megyünk Fehérvárra. Május 14-én ott leszünk a Morning Show-val, a kis üvegstúdióval. A turné, azt hiszem, második vagy harmadik állomásán, Székesfehérváron, szerdán. Jó? Hát, na. Mi is ott leszünk. Hát. Érted, és akkor oda jössz, és ha nagyon ügyes vagy, akkor ott kapsz ajándékcsomagot. Ennyi. Ezzel tudlak vigasztalni. De... Jó, rendben, megpróbáljuk. Jó, oké, okay, találkozunk, gyere egyébként tényleg. Megyek. Köszi a játékot, köszi Gábor, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Egy helyszínt már el is mondtunk. Tehát Székesfehérvárra biztos, hogy megyünk. Ez szerda. Ez szerdai nap, így van. A harmadik állomás május 14. Szerda, Székesfehérvár. Méghozzá ugye a szokott helyen. Már 2 alkalommal jártunk ott. Legutóbb azt hiszem talán 2012-ben. Aha, tehát tavaly. Tavaly kimaradt, úgyhogy azért megyünk újra Fehérvárra. És a szokott helyszínünkön, igen. Na, itt a Tibi? Bizony. Itt van kipihenve, kicsit sonkától meggyötörten, azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó sonkát főzött. Igen. Ilyen kicsit szerényen ezt így el. Úgy maradt még pénze, hogy... sonkára a lájkvásárlás mellett? Nem, most már hát... az úgy van, hogy adják hozzá. De ha veszel 1 kiló sonkát, és adnak... Nem, veszel 1 kiló lájkot. Ja, aztán veszel 1 kiló sonkát, akkor kapsz 10 lájkot. Csak mondom, hogy egyébként bennünket is lehet lájkolni. Már 250 000-en vagyunk nem sokára. Becsületes tiszta módon. 250 000 like-nál vagyunk. 730 hiányzik, meg tudunk lenni 10 óráig. Azt szeretném kérni tőletek, hogy Jani tiszteletére, aki holnap visszatér hozzánk. Felpuffadt arccal a trüffelkrémtől. Á, nem. Dehogy. 12-es cukorral. Jó, az ő tiszteletére ezt a 700 mennyi kell? 700 mennyi 730. Like? 730 like-ot rakjuk össze holnapig. Őt nem lehet máshogy boldoggá tenni, csak azzal, ha növekszünk a Facebookon, ha ezt megteszitek, Jani makogva fog köszönetet mondani. Vagy házi süteményt esetleg, ha hoztok neki még az, de azt evettelek. Jó, tehát 730 like hiányzik még a 250 000-hez. Mi pedig Tibivel folytatjuk, mert hogy kedv van, ez azt jelenti, hogy kaszaked jön hozzánk Tibi, vele jövünk a hírek után. 9:08, hello mindenkinek, jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, hát az idő nem nagyon ad arra okot, hogy jó kedvünk legyen, de mi nem hagyjuk. Hát nem, megpróbáljuk nem hagyni. Tartjuk magunkat, de egyre nehezebb. Az gyerekek. Nem azt mondták, hogy lokálisan lesz 1-2 eső, egyébként napsütés és felhasszakadozó felhőzet? Mondjuk letemessük ezt még 4:10-kor, tehát délután 3 órakor ez simán benne van. Nem, mert mi most lokálisan vagyunk. Ja, lokálisan vagyunk. Mi vagyunk az egyik lokális. Tehát egy ilyen lokális kis Pest megyei eső? Aha, igen, ugyanez van Pécset, Baranya. Ugyanez. Igen, tehát gyakorlatilag mindenütt esik lokálisan. Jó, de van még esély arra, hogy felszakadozó felhőzet legyen, amit egyébként ígértek. Figyelj, be kell vallanom valamit. De lehúzzam a zenét, mert ez coming out lesz, vagy? Igen, meleg vagyok. Figyelj, én bírom ezt a dalt. A bogit? Velem van a baj? Nem, nincs veled baj. Én hallgatom a kocsiba ezt a dalt. Tudom, hogy nem egy mélyen szántó dal. Tudom, hogy nem egy pop ikon, meg nem egy hatalmas országokat megrázó popsláger, egy magyar csaj a Bogi. Így van, ő indult az Eurovíziós Dalfesztiválon. Én bírom ezt a dalt. Ciki? Jó, nem, de hát neked... Hát most mit mondjak? Tehát az az ember... Kicsi ciki? Az az ember, aki annak idején hitt olyan fantasztikumokban, mint például a Ákosnak a Tipikus Sztereó. Tipikus Sztereó, hova tart ez a világ? Be is futtatta, azt gondolom, hogy Bogi most csapott a levegőbe, hogy igen, meg vagyok. Hát... Figyelj, ez a dal nem akar több lenni, mint ami. Ami Bogi. De ennyi. Nem akar több lenni, mint ami Bogi.
Hol volt Bogi egy évvel ezelőtt? Sehol az ég egyet a világon. Hol lesz Bogi egy év múlva? Ugyanott, ahol volt egy éve? Azt nem tudom, ez majd kiderül. Egyébként tényleg jó a dal. De ez egy jó dal, szerintem. Ez tipikusan az, hogy autóban süt a nap, ha szerencséd van. Ha mázlid van, igen. Ha mázlid van, miután megszólal, akkor nem süt, de jó. Nem, én akkor mindig elgondolkozom, hogy már az én zeneízlésem lett ennyire sekélyes, vagy ez a dal sekélyes, hogy egyébként nem kell, többet akarok belelátni, mint ami, vagy ez egy vidám dal, egy nótás, ilyen kis nyári slágereska, ami őszre már nem lesz sehol, és miért kéne túlgondolnom, miért ne szerethetném? Baj, hogy szeretem, ne szeressem? Egyáltalán ne ostorozz magad, öreg vagyok, ez fiatal? Öregnek öreg vagy, de attól még nyugodtan szeretem. Vagy azért szeretem, mert fiatal akarok lenni, de már közben öreg vagyok. Igen, már felhoz valamit, ami már nincs, ami már elmúlt, ami már soha többet nem jön vissza. Igen, ezek azok a napfényes délutánok, amikor a haverjaiddal még bringáztál a városban, különböző csintevéseket törted az agyad, ez elmúlt. Szorongani kezdek, és rájövök, hogy úristen, nem sokára mindenek vége? Így van. Ez Bogi, ez hozza vissza neked. És ezért szereted. Túl sokat gondolkodom. Túl gondolom az egészet. Az nem, na, a dal jó. De te nem? Egyébként nem kedveled? Most ebben veled vagyok. Eddig nem nagyon tudtam a zene ízléseddel. Azt hiszem, Jánossal kezdeni? Együtt néztünk itt, amikor egy-egy dalt kiszúrtál magadnak, de ezzel most egyetértek. Jó, hát Jani, jó. Jani ilyen dalszerzőket evett reggelire. Amikor még a Metal Hammerbe cikkeket írt, ő egy ilyen Bogival nem tudom, mit csinált volna. Még amikor hosszú haja volt, körszakállas volt, és a Metal Hammerbe írt nagy hosszú cikkeket a Goat Metalról. Beleírt, belemártotta volna a pennáját Bogiba, és azzal írta volna meg a cikket. Körülbelül. Igen. Na jó van. Kapuváron a Penny Boltnál autós kerékpárost ütött el, ezt Bicós írta nekünk, ez nem túl jó hír. Pirtó, ha van ilyen belterületi mérnek, lesötített Opel Astrából, ezt pedig Jancsi küldte nekünk. Eger Rákóczi út, Molkút után trafi rendőr a karján tartja a kamerát, miközben pöffeszkedik az Astrában. Az milyen szép, hogy a karján tartja a kamerát. Sopron-Pest jó járható, jampimentes, viszont dilettán sofőrökben van választék, ezt Gúz küldte nekünk, és Lina az M7-es 63-as kilométerénél Pest felé van a gyorsító sáv lezárva, ezt Sityu küldte nekünk. Ja, Lina az, ami Linánk, így van. Kedvan, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Szatibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Ferri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán, Vadon Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi! For President! Tibi! Tibi! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi! Több szólamot próbáltunk hozni. Váltottam, alámentem, Janit hoztam, fölé mentem. Próbáltuk betölteni a... Nagyon meg volt a kár. Szóval kicsikét így belútbőröztél el a Bogira? Nem, szeretem. De hogy nem, nyilván nem arról van szó, hogy most Bogi best of szól a kocsiban, de ezt a dalt meghallom. Hát mondom, egyébként hozzáteszem, az ő best of-ja ellene sokkal hosszabb, mint az én tavalyi válogatás, Kazim. Tehát, hogy ugye? Tehát, hogy azért ott sincs, szerintem egy ilyen 16-18 daros, két órás valami. Vannak dalok, amik úgy betalálnak. Szerintem ez egy jó dal. Ugye nézzük sorba, mik azok, amik betaláltak. Ugye ott van a hullócsillag, ugye? Ott van a hullócsillag, így van. A táradata, ugye? Azok mind betaláltak. Azok mind. Azt figyelj, ha azt így nézel, hallgatod, csak betalálod. Na de tessék, dalszerzőként most mit mondasz Bogiról? Kíváncsi vagyok. De nagyon. Nem mondd a frankót. Elvinném egy rozéra. Vagy hogy? Ja, úgy, ja, hogy milyen a dal? Ja, a dal, azt nem figyeltem, de hogy így meg tudnék egy rozé fröccsöt. Ja. Figyelj, hát... Szóval szerintem is ott lesz Bogi, az elmúlt két évben volt? Jövőre ott lesz? De figyelj, hát én biztos, egész biztos vagyok benne, hogy ebből az egy dalból nagyon messze menő következtetéseket kell levonnunk. Ez még írni kéne. A következő 20 év meghatározó alakját. Figyelj, nagyon kedves dal, én szurkolok neki egyébként, egy tök szimpatikus előadó. Te, hogy rád ne szakadjon azért. Te jó Isten, látod, keresztbe áll a szemed, amikor hazudsz. Nem, én relatív nyugodt vagyok, mert azért azt gondolom, hogy még ez az egy dal, ami igazából nem veszélyezteti az én falunapokon befutott karrieremet. Tehát, a két dalodat. Te szemét látod, nem két dalom van. Igen, három dal. Te rohadt dezinformátor, milyen két dal, más köszönöm, mert most elfelejtem, hogy ne voltam beszélni. Kívánság műsorokon, most vagy kérik tőlem a buliban, most a Bonnie M-et, vagy nem tudom, mit kértél, múltkor Kólendegenget, vagy nem tudom, mit kamusztál velem. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Do you remember? Megint kaszatívi gyerekek! Igen, nyilván. Viszont egyébként a múltkori koncerten baromi büszke lettél volna rám. No. Minden koncertemen szerintem büszke lennél egyébként rám. Nem köptél senkit? Te szemétládat, te rohadmány. Nem, hanem egy 72
két 73 éves, egy három generációs asztal volt. Na. Konkrétan a klubkoncert, ott volt egy déd nagymama, egy generációval későbbi gyerekek, még egy generációs, mm-hmm. Álltak a dédunoka meg otthon alul. Aha. Tehát, hogy konkrétan négy generációra visszavezethető a rajongás. Így van, és az utánat fellépő Zámbó Krisztiánt várták nagyon. Igen, ez a saját klubkoncertem. Nem lép föl senki utánam. De a déd nagymama már nem bír fölmenni a lépcsőnő. Nem, nem tudta, hogy hova, igen, ő nem tudta, hogy hova hozták. Jöjjön le, mama! Ő még egy 83-as Kártágó koncertről ragadtott. Semmit. Nem. A elefánti bőrgé. Szigeti elefánti bőrgé. Nem, nagyon-nagyon cuki volt, nagyon jó arc volt, állítólag, tehát hogy ő, az ő nagy kívánsága volt, hogy lejöjjenek. Úgy láttam a papán viszont, hogy ő nagyon nem akart, tehát őt bármennyire próbáltam bevonni a buliba, ő kevésbé volt a dolog iránt lelkes. Ő gyorsan ivott. Igen, de így mondom, így akkor kicsit megdagadt a keblem a dologtól, hogy azért hány generációt tudok boldoggá tenni. Ez kb. Olyan egyébként, mint hogyha mondjuk nagy mutaromat levittem volna egy Avicii-re, nem? Tehát, hogy Avicii, ott, micsoda, ne vicce. Avicii a legnagyobb. Avicii. Két éve hallottam a számban, menjünk Avicii. Mivel kezdődik az Avicii? Igen, ezt mondta valaki. Kezdődik az Avicii. Álmodom, akkor menjünk. Egy jó Avicii-ra. Egy jó Avicii-ra, ott eljünk. Vagy olyan, hogy mondjuk Bennynek egy jó Soltész Rezső, szóljon hangosan az ének. Hát szeretném. Figyelj, nem akarom traumatizálni a gyereket. Mert... Tehát, hogy nem, nőjön még egy kicsit, okosodjon, fejlődjön, nem. Miért nem lehet apucika, szóljon hangosan az ének. Egyébként minden evő. Most Daft Punkot hallgatott, nagyon tetszett neki. Na. Inkább a mondani való fogta meg, vagy inkább a hangzásvilág? Képzeld, van olyan, hogy beállunk a garázsba, és mondjuk a Red Hot Chili Peppers CD-met hallgattam, és nem azt mondta, hogy ezt a számot még meghallgatja, nem akar kiszállni a kocsiból. Ott hagytam, meghallgattam. Nem, világos, hogy négy óra múlva lejöttem. Nem, már nagyon sír. Azt mondta, hogy elég volt, vegyem ki. De azt mondta, hogy Apci, egy pillanat, most jön a kedvenc gitár szólom. Ezt még így azért, ezt még Apci, azt a riffet hallgass meg, az annyira jó, az a gyerek annyira tehetséges. Apci, ez nem. Még az előző dobos? Néha szól, hogy ő ezt meghallgatná. Kikötöm a kocsiból, már ugye biztonságban, és amikor akar, akkor kiszáll. És mondta, hogy neki most elég volt, és kiszállt. Tehát ő muzikálisan nagyon érzékeny. De alapvetően ezt a szuper nagy stílust egyébként nagyon kamázom, amikor valaki 72-3 évesen lejön egy klubkoncert, és azt végig malterozza, meg nem tudom, villázza. Tiéd a testem, tiéd! Vettem! Már nem fogazok, hidd el! De azt irányz vele, amit akarsz, hátulról még szűz vagyok. Egy minimális tiszteletet. Kicsinállak, Tibi, kicsinállak! Elhatárolódok, tehát jelzem mindenkinek a családomban, és minden jó érzésű emberek nem vagyok. És kipaszírozom belőled. Most, igen, most hátrébb húzódok, ez nem én vagyok. Tényleg egy jó 70 éves, ha azt mondaná, hogy Tibi. Balázs, ma az, hogy estér a tiéd. Hogy tudtál most ebbe az irányba engem bele... Kóstold meg a barack lekváromat. A barack lekvár nagyon olyan szívesen. Olyan vagyok, mint egy friss eperkehely. Mit mondanál? Nagyon kezdek szorongani most. Nem volt még ilyen? Mert tudom, hogy a fiatal csajok oda vannak, de egy idősebb nem? Nem volt még ilyen? Hogy egy 70 éves néni azt mondta, igen. Hogy... Jó, akkor egy 60 azt mondja, leteszem az unokámmal, nézz utána. Elalszik, jöjjön át. Soha? Nem. Hát nem. Mert én már éreztem úgy idősebb. Igen. Kapod a puszit, tudod? Volt úgy, hogy éreztem, hogy ez most csak rajtam múlik. Amikor hatodszor ad puszit, és úgy fogja meg a nyakad, mint a Fekete Laci, és úgy nagyon úgy magához. Nekem volt ilyen néző. Talán az egy perc alatt. És éreztem rajta, hogy most azt mondanám, hogy figyelj, neked, te is egyedül, én is egyedül. Akkor az nem rajtam múlna. Nem soha? Menekülj, Tibi, hát most miért? Nem, csak nem tudok ebben. Nem volt szenteskedsz, hát csak hogy igen vagy nem? Nem volt ilyen? Ja persze, minden szerda aggastyán szerda nálam. Miről beszéltek? Micsoda? Hát, ismerek olyan 65 éves, aki még bőven aktív, nem élet. Miért kéne őket leírnia? Nem kell. Tied. Hát Balázs, de persze, nyilván a saját korosztályban. Nem azt kérdezem, hogy neked, nem ja? Ajánlatot nem kaptál. Nem. Volt ilyen? Nem volt egyébként, szerintem már a 65 évesek szerintem elég szemérmesek ez ügyben, tehát megvárják, amíg te kezdeményezel. Hogy azt várják. De egyébként, amit még ezzel el akartam fűzni viszont, hogy egy kicsiket erről eltereljem erről a fura irányról a beszélgetést, hogy amit viszont nem szeretett, ezt imádom, hogyha valaki ilyen szuper nagy, ott van a koncerteken, csápol, tehát én imádom, meg mindig oda is megyek, mindig haverkodok, legjobb arcok. De amit viszont nem szeretek, és ez egy kicsi konkrétum volt most két nappal ezelőtt, hajtok fel az M3-asra, és egy ilyen nagyon bizonytalanul egy ilyen autó, ilyen fél sávon így szorít le, kezd megölni, szorít rá a szalagkorlátra, és így nézem, hogy mi a túró van. Nagy nehezen így kifékezem, megmenekülök, túlélem, bemegyek mellé, megnézem, hogy ki volt az, és egy ilyen 60-70 éves bácsika rémülten szorítja a volánt, nem tudja, hogy melyik országon van. Hidd, jobban félt, mint te. Nem tudja, hogy merre megy, mellette ül a dédnagyi, aki ordítva, hogy tartsd a sávot, tartsd a tempót, tartsd. Tehát, hogy
hogy, és most utána kérdeztem ennek, hogy ilyen 60-70 év körül... Nem lehet, hogy a jégkötek víz a Köveskáról kicsit megöregedve? Meggyűrődtek. Rossz autópályán. És utána néztem most egy picit ennek, hogy, hogy állítólag annyi az egyetlen, hogy 5 évente kell az orvosit frissíteni, és ugyanúgy marad a jogsi egy 60-70 év körül. Nem, most évente vagy 2 évente. De akkor szigorítottak most már. Az orvosit csak kell frissíteni. Az orvosit kell évente vagy 2 évente, neked már azt hiszem 60 vagy 70 fölött, igen, menned kell. Viszonylag sűrű vizsgálatokra. Most mondom úgy, hogy, hogy ez rám is vonatkozzon, amikor eljön az ideje. Hogy ilyen reflexvizsgálat, hát, meg helyzet. Egyébként most nem mondjátok, hogy ti nem éreztek magatokra egy icipicit már, hogy változik. Tehát, hogy szépen lassan az egy, a koncentráció, hogy kicsit megosztja, eljár, nem tudom, kicsit lassabban forog nem, az ember. Mi egyre jobbak vagyunk. Igen? Én is mindig kampányolok amellett, és aztán mindig beszélünk egy biztosítótársasággal, vagy valamelyik szó, és elmondja, hogy, hogy, hogy nagyságrendekkel több balesetet okoznak a fiatalok. Tehát, a vakmerőséggel, mint a bizonytalansággal a diszkó baleset. Igen, tehát, hogy fura, de statisztikailag effektíven nem ártanak sokkal többet, mint amennyit mondjuk a friss gyoksisok, a fiatalok, a diszkóból hazamenők. Pedig én is azt gondolom, hogy egyébként ezek a 70-75 éves kicsit már ezt magunk ellen is mondom, tehát hogyne? Amikor ott leszek, vegyétek el tőlem. Sokan bizonytalanok, rosszabbul reagálnak, lassabban reagálnak, illetve elkezd eltűnni a veszélyérzet. Tehát ebben az az érdekes, hogy amit te 40 évesen még ötször megnézel egy stop táblánál, hogy biztos nem jön el, ő már a stop táblát sem nézi meg, de nem azért, mert effektíve hibás, hanem mert az a veszélyérzet. 80 évesen úgy van minden, mint egy. A 75 évesen úgy mész át a Lehel piacnál, hogy meg se nézed, hogy zöld a lámpa. És négy sávos úton simán átkrosszozol. 30 évesen még van egyfajta életösztön. Ez állítólag tompul. Tehát, hogy az egy idő után meg már nem a helyzetfelismerés, igen. A reflexek. Tehát azért, hogyha, hogy én azt mondom, hogy nem tudom, hogy van ebben a megfrissített orvosiban egy reflexvizsgálat, mondjuk ne adj Isten, hogy, hogy mikor átvált a piros lámpa, nem tudom, kékre, akkor nyomjon meg egy gombot, bácsi. És ha mondjuk az mondjuk 2 másodperc, mondjam, akkor ne tessék autóba ülni. Nincs ilyen. Pedig azért nem. Nyérnek ez, egy vérnyomást, megnézik a szemedet, meg kétszer megkalapálják a térdedet, hogy rúgsz-e még előre, van-e még reflexet. És végre én nem tudok elképzelni, mint a Forma 1-es pilótáknak egy ilyen reflex valamit. Igen, és ott ahol felvillan a lámpa, azt üsd meg, hát ennek kicsi a valószínűség. Na mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt, annak ellenére, hogy egyébként majdnem ott hagytam a fogamat az M3-os bevezetőjén, nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na. Egy picike húsvét. Jó, csak muszáj egy picit visszakanyarodni, nem tudom, beszéltetek-e róla. Gondolom minden évben baromi sokszor beszéltek róla, de én most tapasztaltam ezt test közelből, hogy elmentem vásárolni, mert nem azért, mert ilyen rám tört a pánik, hanem csak egyáltalán egy ilyen normál bevásárlásra. Legyen valami otthon. Hát nem tudom, kenyér, tehát csak egy pár dolog elugrottam. Tehát, és akkor tudatosult bennem az, hogy az emberek nem a húsvétra készülnek. Az emberek ilyenkor, mikor 2 napra bezár a tetyó, a világ végére készülnek. Figyelj! Tehát, hogy azt az öldöklést, egymás taposását és harcot a túlélésért, ami ment a izébe, figyelj, ez nem normális dolog. Tehát, hogy én most bementem egy kosárra, nem lehetett vele, tehát ilyen külön küzdelmek, nem lehet vele elférni, neked tolja, keresztbe áll, még az az enyém, tehát, hogy ilyen a sonkás pult fölött konkrétan olyan volt, mint hogyha a World War Z-be, tehát ebbe a zombi filmbe, ott ilyen agyvelők lett, akkor és markolták, mi? Figyelj, ne, tehát egy embertelen, ti nyomtátok bevásárlások volt a ünnepek előtt? Nem pénteken, elintézed. Igen, ez ilyen szerda csütörtök, ott még nincs élethalálharc. Ja. Pénteken már mérgesedik a dolog, hát ott már pici durulás van. Bezárás előtt 1 nappal az háború. Kötemény, nem? Az és háború. Nagyon magadénak tudod érezni azt a darab sonkát, amifelé más nyúl. Hát, konkrétan volt egy ilyen... Most ott még volt 5000 sonka szombaton, amikor te voltál, és így nyúlsz felé, és elkezdenek veled kiabálni. Az az enyém! Mitől életem? De hogy mitől? Vizuálisan lefoglalta. Ja. Hát ránézett, azt kész, tartotta a szemkontaktust, amíg oda nem ért, az az övé. De ugye egy ilyen 2 napos ünnep, tehát egy picit menjünk már ezen végig, egy ilyen 2 napos ünnep, tehát hogy ilyenkor mitől gondolják az emberek, hogy ott fognak éhendögleni? Tehát hogy mit kell ilyenkor ennyire? Tehát hogy mi az, ami nincs, non-stop boldog, vannak. Ez egy generációs félelem szerintem az idősebbeknél, amikor ők még azt tapasztalták, hogy nem volt. Tehát de most ezt komolyan mondom, tehát hogy bennünk ez már ugye nincs meg, és ott az időseknél van még egy ilyen, hogy pizza rendelés, igen, de hogy mi már máshogy szocializálódtunk, tehát szerintem ez még
még ugye bennük van második világháború, mit tudom én, azok jó, az... majd persze a száraz kenyereket rakják el Normandiai partraszállás 1914 az első világháború kitörés, Anschluss, második világháború, de nem tényleg, tehát amikor ugye nem volt, tehát nem csak a világháború nem volt, utána is voltak szűkös idők, és ez szerintem elindít egy ilyen régi reflexet, hogy mi van megint nem lesz, vagy mi van, ha nem jut, vagy nincs elég, hát ezt mi már nem tudjuk, ugye, hogy milyen az, amikor nincs elég, vagy amikor egy kiló kenyeret vagy lisztet be kell osztanod, meggyőződésem, hogy egy bizonyos, most nem úgy értem persze, ja, de amikor még egy kiló cukrot van mondjuk 3 hónapra, vagy 4 hónapra. Szent meggyőződésem, hogy egy bizonyos életkor fölött ezek a reflexek még életbe lépnek, de és azért küzdesz, mert azt gondolod, hogy nem lesz. Túlélni a húsvétot. De ez mindenféle rossz indulat nélkül. De amikor mi fiatalok voltunk, ez már nagyon csúnyán hangzik, de akkor nem volt például vasárnap bolt, nem tudom, valaki emlékszik-e erre közületek. Hogyne. Nálunk vidéken legalábbis, szombaton déli 12-kor bezárt a bolt. Ahol te laktál, ott szerda délután lehúzták a redőnyt. És csütörtök nem volt áram. Lekapcsolták az áramot, kimentetek a gémes kúthoz. Belefűröttetek vizet, belefűröttetek a patakba. Fűröttetek egyet, vártád, hogy hétfőn kinyisson a szatócsból. Friss is voltunk, de nem is kellett a bolt, mert volt otthon jószág, érted? Volt tojás, volt liszt, azt kenyeret meg tudtuk csinálni. Tehát, hogy ez régen működött, ezt tudod, mióta van így? Mióta minden egyes nap lehet vásárolni, mióta a tetyó vasárnap nyitva van, és ha bezár vasárnap véletlenül, akkor világvége van. Na, ekkor van a pár. Igen, tehát én ki is írtam egyébként, hogy konkrétan olyan, mint az emberek a világ vége előtt taposnák egymást, és abban is bele sem merek gondolni, halkan kérdezem, hogy most ugye jól tudom, most meg egy 4 napos ilyen boltbezárás? Nem, ezt lesz. Megint nem jól tudom. Nem? Igen, jó. Most megint négy napos ünnep nem ugyanaz azzal, hogy 4 napos boltbezárás. Május biztos. Ritkán van 4 napos boltbezárás, a karácsony is maximum 1-2-3 nap, itt csak a május elseje. Az, amikor egy napig nem lesz, csak volt. Ugye hát vannak, amikor ugye ezek ugye csütörtökre esnek, szemtelen módon ilyenkor odaadják a pénteket, de ez ne zavarjon össze. Szombat-vasárnap azért számolgassuk arra az egy napra, akkor nekem mennyi kenyér kell, hogy túléljem. Hát neked, ismerve a táplálkozási szokásaimat, kettő, hogy kitámasz az első alsó ajkadat. Jó, Balázs, adj két Erzsébet kenyér az alsó ajkadat. Várnak téged a haverim a pokolba. A pokol kapujait kitárom neked. Neked egy a 4-5 kiló, és akkor tehát az a 4-5 kiló kenyér, egy két rút párizsi, úgyhogy azt egy napot ugye... Hát amit elmajszolgatsz, ugye egy két és fél rút. Elmajszolgatok, hogy tévézés közben. Szereted, nincs az a baj. Persze. Kedd meg vastagon, rá a parizer, azt május első, ez az egyetlen munkaszüneti nap, de ott is nyitva van egy pár olyan dolog, ahol a tulaj beállhat, azt hiszem ez úgy van. Ugye, hogy ahol nem te vagy a tulajdonos, ott nem, de ahol te tulajdonos vagy, azt nyitva tarthatod, igen, tehát kisboltok, vagy valami az nyugodtan. Ahol alkalmazott van, azt nem állíthatod be. Tehát akkor, hát figyelj, de az ítélet a te kezedben van, az élet-halál... Ja, hát figyelj, most a böki az körülbelül ennyi volt, hogy az élet-halál harc az élelmiszerért egy 2 napos ünnep előtt jogosan böki-e a csőrömet. Meg látom reálisan, ahogy te egy bevásárló... De most már megint miért engem hozol ki ebből egy rosszul? Egy bevásárló listával így nagyon mész, ó, még egy kis zöldség, ó, még egy kis mosószer, miért na szerinted, megyek, hogy harcolok egy kicsit. Miért szerinted, hogy vásárolok? Berepül a rendelés volt húsvét alatt, na őszintén. Most nem, de egyébként meg van egy olyan, ahol hajnali 2-ig tudok rendelni, és hajnali igen, fél 2-ig, akkor bűntudat nélkül tudok betolni egy magyaros pizzát. Ó, látom, még bennem kell néhány barka ágat, amire felakasztom a kis tojásokat. Egyébként... Feldíszítem a lakást, irány a virágos teje, persze, hagyjál. Egyébként a párom terrorizált, hogy vegyünk barkát, egyébként nem is kapott. Tehát, hogy azért, mondta, azért hogy rend és fegyelem van nevelés, de hogy de jó, ebből miért tudtál rosszul kihozni? Maximálisan nem tudom hozni, de egy kettese tudom hozni. Az értelmetlen harcot, ahogy tapossák egymást az emberek. Hármas szintű, abszolút indokolt csődökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. A tények makacs dolgok azért, nem? Jó, megadtam. De nem azért húztam az időt, mert nincsen esetleg valami nagyon magvas ma is a tarsajomban. Kicsit azt hittem, hiszen már 1:50, ugye nem azért, mert nincs témád. De van! Ez a ritmus. Ez azért munka. Na mond. Újra a te világodba fogunk egy picikét belépni, és kérlek, kalauzolj minket. Az olvasott ember világában? Nem, a dúsgazdag. Az olvasott ember, ami számodra egy idegen univerzum? Igen, és az ápolt frizurák és a drága felső ruházat világában. A szupergazdagok világában egy picikét betekintünk, ugyanis találtam megint egy baromságot, ugye mint minden héten kedden rendesen, találtam egy baromságot, ami picikét elgondolkodtatott. Van egy applikáció, mindjárt megnézzük, hogy a te telefonodon rajta van-e. Gazdag vagyok alkalmazás, ami most már minden okos telefonon elérhető. Mutatom neked már is, lehet, hogy nem találkoztál még vele. Aha. Az alkalmazás $1000 kerül, és egy piros egy kis gyémántocskát ábrázol, és az égvilágon nem csinál semmit.
$1000 tudod letölteni? $1000 tudod letölteni, halál. Komolyan, ez fönt, most nem tudom, még fönt van-e, de biztos, hogy letölthető volt. $1000 a gazdagoknak, és gazdag ember szépen letöltött a telefonját, és tudja mutatni, hogy nekem a gazdag vagyok alkalmazás megvan. És ez egy ilyen piros gyémántot ábrázol, ami semmit nem csinál, hogyha rápöttyintesz, akkor állítólag jó egészséget kíván. Aha, tök tehát, jó. Kicsit zenél, gondolom valami alatt, egy ilyen csing. Óriási az ötlet. Ugye? Nagyon jó. Óriási gazdag vagyok, alkalmazás. Óriási. Kell. Egy kis gyémánt darab, letöltött, piros gyémánt, ott van, és mindenki, aki gazdag $1000 megvett. Tudod, hogy hányan szedték? Ez 980 dollárt kap a fejlesztő, körülbelül, mekkora ötlet? És semmit nem kell csinálnod? Semmit, hát annyi, mondom, minden nap egyszer egy jó egészséget és szép napot kíván az alkalmazás gazdag tulajdonosának. De, de hogyha hazafele azért bepöcs szinte, nem? De, ez nyilván mennyi, hát, mennyi most a dollár? 222? Azért 220 ezer forint. Nagyon szép. Hát azért az jobb helyre is el tudja tenni ezzel, mert nem, nyilván nem. Na, a ketten, és felváltva használjuk. Vagy akkor megveszünk egyszer az egész Morning Show-nak, és körbeadjuk. De ez Apple Store-ból elérhető? Ez most nem tudom, hogy még elérhető, de elérhető volt az egész biztos, hogy lehet, hogy azóta már így levették, hogy ilyen ordas, lehúzós alkalmazás. De hogy lehúzós, egyébként nem. Ez tök jó. Egy ilyen kis státuszszimbólum a telefonra. Igen, ha valaki azt akarja hirdetni, hogy figyelj, nekem van $1000 egy olyan dologra, aminek az ég egyadt a világon semmi értelme nincs, nem, akkor, még ember az akkor törts vele. Tök jó. Na, de ennek kapcsán egy picikét gondoltam, hogy vagy elkalózollak benneteket a szupergazdagok világában. Nyilván Balázs számára ez egy, nem egy ismeretlen territórium. Nem vagyunk az első százban, teljesen egyértelmű. Igen. Nem egy ismeretlen territórium, de hogy nézzük meg egy picikét, hogy ők hogyan élnek, tehát hogy amikor az abszolút indokolatlan és rohadt nagy költekezés, az mibe tud átcsapni. Ugye induljunk el az alapvető dolgoktól, mindannyiunknál van telefon, aha, ugye? Ez került, amennyibe került. Mutatom nektek, megtaláltam a világ egyik legdrágább telefonját. Ez egy ugyanolyan, mint a mi használunk iPhone. Csak? És hát annyi csak, hogy $8 millió kerül. Az mennyi most egy ilyen 1,6 milliárd forintos kis telefonocska, mert valamin azért csak beszélnünk kell. Annyi az okosság benne, hogy gyakorlatilag azt hiszem, egy ilyen vörös aranyból készült az egész telefon, vagy nem tudom, mi volt az összes ilyen fém része, és annyi, hogy a home gomb az egy rohadt nagy gyémánt. Tehát, ugye, mint a hüvelykújjam, akkor a gyémánt, és ez azért, hogy mégiscsak azért tudjuk tartani a kapcsolat a családdal. Sose értettem ezt. Hát ez már nagy kép. Finom? Igen. De minek? Miért? Azért mondom ez neked. Ez ugyanaz, mint az alkalmazás. Mi, hogy jelzed, hogy neked van Dellád? Mi? Hát figyelj, hogyha megteheted, érted? Most és azért, hogy legyen mivel foglalnod szállást, az minden este vagy éjszakánként 15 millió forintba kerülő Genfi Hotel President Wilson Royal, nem tudom, ilyen lakosztályában. Egy penthouse lakosztálya. Aha, igen. 15 millerért. Azért már, hogy lehunyod a szemedet, nem? És ha mondjuk egy hónapra kérem, akkor van kedvezmény. Nem, hát akkor nem. Ez ennyi. Szóval most a 15 millió dollár az egyébként csak nekünk sok pénz. Vagy 15 millió forint. 15 millió forint, most az átszámolod a 15 millió forintot, az... Most a dollárra átváltod, egy euróra átváltod. Hát azért az akkor is. 15 miller? Tehát azért, mondjuk, hogy te egy orosz oligarha vagy, vagy egy kínai milliárdos, és ahhoz képest számolt ki, hogy mennyi 15 millió forint. Tehát az körülbelül annyi, amennyit ők egyébként egy tonna üzemanyag, amit mondjuk belerak a jaktyába. Tehát ez csak viszonyítás kérdése. Da. Nyilván a mi szintünkön 15 millió forint. Van. De hogy de igazán gazdag vagy, mondjuk egy orosz, nem tudom, oligarha, nem? 15 millió forint, neked mondjuk két éjszakára 30 millió forint, egész egyszerűen nem pénz. Tehát tök relatív minden. Hát jó, néz ki, hát nem fizetni. Hát most azért, hogy egy magzatpóz volt, az oldaladra eldől volt, szunnyadjá egyet a 15 millió forintért. Nem, már nem úgy alszik. Érted? Ő belakja 15 millió forintért. Belakja, és figyelj, bár van benne. Ezért a lóvé. Van, mindjárt mutatom is, hogy egyébként mit lehet találni, mert kicsikét körbenéztem az italok táján is. Találtam kérlek szépen egy ilyen kis luxus italkát, amit szívesen elpoharazgatnánk együtt, szintén a szupergazdagok világából. Negyedik Henrik konyakja, valamilyen nagyon különleges. Annyiátok az okosság benne, hogy nem kevesebbet, mint 100 évig érlelik, mire kipalackozzák. Nem vészesen drága, mutatom a csomagolást is, ez egy ilyen palack az $2 millió kerül mindösszesen. Feri a matek zseni, az mennyi egy pohár? Mennyi egy pohár? 2 millió hát 400 millió forint egy üvegitalér. Hát azt mondom, az a hülyének is megéri. Na jó, csak ugye itt azért nem szabad elfelejteni, nyilván teljesen totálisan értelmetlen az egész, de hogy ugye itt a külcsin is, tehát hogy nyilván van egy hatalmas gyémánt a tetején, aranyban van maga a flakon, fehér arany, vörös arany, tehát hogy szürke arany, fekete arany, tehát az arany zöld arany, sárga arany, ismertem föl a fekete aranyat, de most már lát. Itt nem csak az italt fizeted meg, mint egy normál jó konyaknál, ami mondjuk 60 éves, hanem megfizeted magad a kis
flaskát is, nem? De azért csak beledobadsz egy ízét, ami energiaitalt, nem, hogy az úgyis jön vele. Mennyi pénzed van, ha 2 millióért veszel ilyet? Tehát akkor már mennyi pénzed kell, hogy legyen, amikor már 2 millió dollárt nem sajnálsz egy üvegkonyakra? Egy üvegitalra. És leülünk hol a vége, és megmondogatod. Egy jó beszélgetés mellé mégis ökörítszik magába, 4-5-en elpöccintünk egy ilyen 400 millió forintos italt, elpöccintünk egy ilyen 5-10 perc alatt, és még igazán olyan jó kiadósan be se rúgtunk tőle, ugye? Tehát, hogy Feri, még csak utána küldünk egy jó házit. Még egy HP-t. Egy jó vegykút. De azért, hogy a borokat is egy picit érintsük, itt van, mutatom, csak hogy ne az ilyen extrém irányba vigyük el. Egy jó, hogyha meg akarod nedvesíteni a torkodat, egy jó 1921-es Chateau Cheval Blanc-kal, az nem kerül kevesebb, mint 11 millió forint egy üveg bor. De és ez nem ilyen agyalágyút, ezt látjátok, ez rendesen egy palack bor 1921-ből 11 millió forintocskáért. Hát ezek meg ráadásul már ez nem nagyon szokott iható lenni, tudod? Komolyan? Persze, ezt már csak így megveszed, azt kirakod a pultra. Már nem is ütött föl? Nagyon kis kólával nem öntött föl? VBK-nak? Okos, szerintem óriási kikered, és ott a pincér előtt két diet kókot gyorsan így beletöltesz, azt szerintem jó. VBK-nak felütött. De egyébként, hogyha ezt kiszámoljuk palack, vagy pohárra, az hogy néz ki? Tehát mondjuk ez legyen mondjuk ez egy literes, legyünk jó fejek. 11 millió? Hát 11 millió, az 7 deci, az az üveg. 7 deci. Szépen egy igazi profi. Mennyi, gondolom, ez akkor van biztos kimérve, nem? 1 millió 571 ezer forint. Egy pohárka? Egy deci bor, igen. Hát azért, amikor úgy hörpölöd, akkor csak eszedbe jut, nem? Hogy milyen a szegfűszeg meg a déli lejtő? Ott mindent érzel. Egy millió tér vissza. És az megvan, amikor leiszod magad ezzel? És ami nálam ugye gyakori, ráadásul ez az állkapottsal is meg tudom tenni, hogy leiszom magam. És így leiszod magad egy 200 ezer forintnyi zével egy ilyen kis lötyintés, és akkor tudod, hogy kiöntöttél egy használt autó árát. És a csávónak remeg a keze, amikor kihozza, vagy ha pohárban van, fincér gyerek. Azért ezt mire ledolgozod? De figyeljetek már csak egy picikét, még olyan van még rengeteg dolog, például ez, ami a Balázs számára szerintem már egy érdekesebb világ lehet. Minden napok nyilván. Hát nem, itt van például egy férfi, nem tudom, sima bárcipő 7,5 millió forintért, mert kicsikét úgy kézi. De mi ki, jó kézi munka. Hát nem, a jó kézi munka. Elkészíteni a szakértelmet. 7,5 millió forintba kerül? 7,5 milliócska, itt van, mutatom, lehet egy teljesen átlagos cipő, tehát most én bemész a izébe a plázába, azt egy ilyet kikattintasz, egy ilyen 3500-ért szerintem, de egy ilyenre tudnál így áldozni? Nem, soha. Nem? Soha nem érdekelne egy cipő hét, és nem, az elvi kérdés. Nem, 1 millióért érdekelne egy cipő, hát 500 ezerért érdekelne egy cipő, meg 100 ezerért. Most mit álszenteskedsz? Most rajtad van egy középkategóriás családi autó ára egy tetőtől. Aha, ez a pulóver, ez pont úgy néz ki. Igen, ez egy 3000 forintos arra pulóver. Hihetetlenül drága. Úgy néz ki, igen. De ezt te nyilvánvalóan valahol... Szeretném neked megmutatni a cipőmet? Tudod, mennyi volt? 7000 forint. De valószínűleg ebben valaki megmászta az Everestet. Tehát, hogy ezek a múzeumból. Én rájöttem egyébként. Én mindig azt mondom, akkor szóljatok majd, ha nagy felüratú drága pólót találtok. Hozzatok egy alkoholos vizet. Nyugodtan szóljatok. Azt tudod egyébként, hogy az a legdrágább cucc, ami nem látszik, hogy drága. Ez igen, a mohair fonálból kéződik. Így van. Igen, a kínai sejemhernyót csinálta. Úgy néz ki, mintha 2005 lenne. Előbb ezt mondtam pont. De nem. Gyerekek, ízléshez nem kell pénz. Most megfogtunk. Én mindig ezt mondom. Jó ízlésed van, akkor 3000 forintból jobban fölöltözöl, mint 100 ezerből a DNG-ből. Tehát, hogy... De egy picikét csak azért, mert a ti világotokban még egy picikét betekintsünk, mi átlag emberek. Hogy azért ti jártatok Magyarországon, most már hány Michelin csillagos étterem van? Nem, abban 3. Kivágta rá? Hát most bocs, hogy tájékozott vagyok. Bocs, hogy tele vagy. Ne haragudj, hogy tudom. Hát bocs, hogy tele vagy. Bocs, hogy mindegyik étterem az enyém, igen. Hát na, tudom, de hogy és kicsit mesélj erről. Tehát, hogy nekem, akinek egy jó nagy szelet rántott hússal, meg egy kis vegyes körettel, meg alma paprikával ki lehet szúrni a szemét, mit tudnak ezek a helyek? Tehát, hogy itt azért egy vacsora, gondolom, az szintén nem 2500. Úgy szeretem, plusz. Hogy mindent erről az oldalról közelítesz. De ezt nem szabad, nagyon rosszan megközelítesz. Igen, ezt nem szabad megközelíteni. Nyomjátok, én kíváncsi vagyok, én még nem voltam. Tehát, hogy avassatok, hogy mi igen, várat mert te, igen, te az a típus vagy, igen, aki rántott húst teszel alba paprikával, így van, hagyjával, lökörít a süket dumát. És az legyen jó. Rántott húst, lógjon le a tájéron, és a birka pörkölt. Baj az? Kérdem én, hogy egyszerű gyerek tudtam maradni a sikerek ellenére. Egyszerű gyerek tudtam maradni, akkor a kábrió korvettem elegyük. A kutya fájt, milyen egyszerű gyerek maradni. Én mindig ezt mondtam, hogy csak egészség legyen, meg kábrió. Hát egy nagyon egyszerű vidéki parasz gyerek maradtam a kábrió korvettem elegyük. Egy tűzpiros korvettel, de nem vagyok egyszerű. Jó, hát olyan egyszerű vagyok. Medence is volt a ház. Egy medencés házban én olyan egyszerű gyerek maradtam. Jó egészség legyen, kábrió, meg medence. Ennyi. Meséljétek kicsiket, milyenek ezek a csillagos sztorik. Érik a pénzt? Szerintem egyszer ki kell próbálni, igen.
De mi az, ami más? Tehát én még tényleg nem voltam most túl a hülyeségen. Más, hogy... más a szerviz, más a kiszolgálás, más ízélményeket kapsz, mesélnek az éterről, előélete van. Hát erről Feri, te is tudsz azért elég sokat mondani. Szerintem egyszer nyilván nem arról szól, hogy az ember minden este itt vacsorázik, de az, hogy egyszer... Mekkora rántott hús? Hatalmas, lelóg a íze, és a körömpörköd gyönyör. Így néznek rád a kis praclik fölfelé, és megőrülsz. Tehát, hogy nyilván itt azért az ember egy csomó mindent megfizet, és végigeszel egy 6-7 fogásos menüt, a menük között vannak átvezetések, elmondják, hogy mi hogy készül, teljesen balesz, más, balesz van a menük ízvilág, között, nem, már más, igen, igen, táncolnak pincérek. Egyszer érdemes kipróbálni. Meg más az élmény, tehát oda nem zabálni mész, ott valami olyat kapsz, amit egyébként nem kapsz meg a világon más helyen, érted? Tehát, hogy olyan eszenciáját ételeknek, olyan ötletek vannak benne, olyan ízvilág kivitelezés, olyan látvány. Úgy van felépítve az egész. Mutatom, itt van egy ilyen kis aprócska sütemény, ami gondolom, hogy egy Michelin csillagos étterembe is felvetődhet. Egy ilyen aprócska, ilyen kis féltenyérnyi valami kis sütike, 1,2 millió forint. Gondolom, hogy ilyesmiket is lehet akkor... De nem, nincs 1,2 millió éreszel egy Michelin csillagos étterem. Nyilván ez most nem oda, de hogy ez egy tényleg egy ilyen rekorder süti. Egy ilyen kis féltenyérnyi kis sütiket látjátok, hogy még nem is gusztusos, aranyfüst veszi körbe, na, és a tetejét aranyrögökkel szórják meg. És arra ráharapsz, akkor... Aki igazán ínyenc, az ráharap. Tehát a jó kis aranyrögre. De hogy ez ilyen azért ez nonsens. Az nem? Ez nem? Hogy 1,2 millió kihozzák neked, és ott elszáll egy aranyfüst. És megvetted az aranyfüstöd. Elszállt. Ez aranyfüst. Azért nagyon-nagyon eltorzult értékítélet kell, hogy és akkor ültök ott ketten, és tetszik, hogy elszáll az aranyfüst. Próbálod nem? A rögöket arra papírgálni, hogy ne vagy a bal felső hatos bánja. De itt van egy utolsó, csak azért, mert hogy szerintem a gazdagokat mindig egy nagy tévé alapján lehet egy picikét úgy megítélni, nem? Tehát minél gazdagabb vagy, annál nagyobb a tévéd. Legalábbis szerintem itthon is egyre inkább ilyen presztízs dolog a nagy tévé. Úgy itt van, kérlek szépen, mutatom neked egy kültéri tévé állványon, kint áll gazdagéknál, ott a fűből jön ki állványon. Nem több, mint 154,5 millió forintocska egy ilyen 5 méter átmérőjű valami tévé. És 40 másodperc alatt tűnik el egyébként a földben. Tehát lemegy a föld alá a tévé, egy ilyen kis robotkar így lehúzza szépen. És nem annyi... mondd, hogyha megtetnéd, azért ezzel egyet nem villantanál. Mi az, ha megtetnéd? 3 milliárdod, és azt mondtad, hogy tegyetek be ide egy tévét. A medence végén, és rendezd egy kerti partit, és így följön mondjuk egy 4 méter átmérőjű kis tévé. Átjöttök meccset nézni? Nem mondd, hogy nem villantanál egyet. A legértelmesebb még egyébként ez a földben eltűnő tévé, nem? Ami 4 méter hosszú. Én megyek haza, ásom be a saját évmet, a földbe, azt tűnik el. Annyi nem 40 másodperc tűnik el, hanem egy 3-4 óra, az ketten bátyámmal elföldeljük a tévét. És ami még okosság egyébként ebbe, hogy új lenyomat érzékelős, a távirányítója új lenyomat érzékelős. Ez finom. Ugye? Ez jó. Tehát, hogy legalább kreatív. Nem tud akárki oda szörfölni a te csatornáidra, mert új lenyomat érzékelős gazdagéknál a földből előmászós tévé. Irigy vagy, Tibi, én rájöttem. Kimondom, csak erről lehet szó, ezért hoztam ezt a témát, mert arról a tiri vagyok a földből előmászós tévére, meg a 400 milliós előmászós tévére, a 400 milliós konyakra, meg az aranyfüstös sütire, megpusztulok az irigységtől, de... Jogos. Hadd kérdezzem meg, hogy a már nem is annyi minden... Készültél, ne? Hoztad, illusztráltad, nincs miről beszélni, nem kell miről beszélni. Na. 3:10 lesz pontosan 3 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Azt nézem, hogy van-e még friss közlekedés, de most nem jött semmi. Mohácson esik az eső, valamint az M6-os tiszta, és az M3-ason van egy trafi. A Józsai felüljáron ezt Oliver küldte nekünk. Megviselt ma a Tibi. Engem mindig megviselt. Ja. Miért viselt meg? Nem tudod? Nem, valahogy. Nagyon felkészült volt, nagyon betette magát. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Korán reggel próbáltunk igazságot tenni, kutya, nem kutya. Ugye arról beszélgetünk, hogy egyre több közterületről tiltják ki a kutyásokat. Picit más véleményen voltunk, te így gondoltad, én máshogy. Vagy te úgy, én így. De jó, mind a kettő helyes. Igen, de próbáltuk megvédeni a saját igazunkat, hogy miért kell, vagy éppen nem kell a kutyákat kitiltani a közterületről. Valami beszéltünk egy kaliforniai fiúról, aki felmászott egy repülő kerekére, onnan bejutott valahogy ugye a, hát nem is a csomagtérbe, de legalábbis arra a helyre, ahol maga a kerék utazik, és 11.000 méteres magasságban 4 órát töltött, úgy, hogy túlélte. És ájultan, saját bevallása szerint. Ájultan, így van. Felhívtuk Mészáros Zoltán pilóta barátunkat, akit erről az esetről faggattunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc van pontosan 10 óra, kérdezi Ádi, hogy van-e valakinek valami infója, hogy miért áll az M5-ös Kecskemétnél.
Még nincs, de ahogy van, mondjuk, jó? Lerobbant autó a bakcsomópont előtt, a bevezetőig áll a sor, ezt pedig G küldte nekünk, és trafiznak az M3-as görbeházai leállója előtt, Pest felé, üzente Olivér. Gyorsan, még van egy-két percünk, már ha hozzánk nem fut be, akkor Csabihoz majd befut, ha valaki tudja, hogy mi a helyzet az M5-ösön Kecskemétnél, az küldje el nekünk. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggel, szevasztok! A szabadság ember. Na, mi van? Befutó információkat továbbítom is természetesen. Igen, itt vagyok. Kis tavaszi szünet? Hát egy kicsit tudod, a gyerekeknek tavaszi szünet van a suliban, meg az oviban, igaz, hogy még ők ma is otthon vannak, de én már nem bírtam nélkületek, meg a hallgatók nélkületek, hogy jönnöm kellett. Istenem, szépen hazudsz. De jó vagy, hogy kamuzol, és rád ez szakadjon az ég, igen. Gyerekek, holnap kiegészülünk, jön már, ami drága Janink is, visszafelé. Jani Goes to Budapest már projekt, most ugye? Megy, szerintem már jönnek. Megy. Nyíl egyenesen vég az M7-esen, de GPS-szel, ismerve őket, nehogy baj legyen. Szép ablakmosó folyadék van. Sikafédulás. Úgyhogy Jani holnap már lesz kipihenve tele élményekkel. Amit hiányzik. Mesél majd nekünk. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show. Ővé az ajándékcsomag, nem magyar szám? Külföldöt hívjátok? Uh-huh, 49, azt nézem. Nyugat? Ja, nyugat, ez Németország lesz szerintem. Tudunk innen külföldet hívni egyáltalán, Laci? Mondjad, hogy Morning Show, nem. Ez tisztán hallatszódik. De elvileg igen. Igen? Nem. Mindig innen jön az amerikai rokonaidat, mi? Aha. Kicsak. Hát persze, hogy lassan csak. Morning Show? Az bizony! Hello! Guten Morgen! Ja, Stefan, das ist gut. Jól mondtam a Németországot, Zsolti, hello! Ja, az igen. Ah, Németország, hello, hello. Hol vagy helyileg Németországban? Hát ezt nem érted, mert kicsit akadozik a vonal. Online? Gondolom online hallgatsz minket, vagy felvételről visszahallgatod a megszólásokat, vagy hogy? Felvételről szoktam visszahallgatni. Letöltöm, aztán meghallgatom. Mit csinálsz kint? A vérmérsékleted alapján nagyon semmi, de hogy mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Olyan kis nyugodnak tűz. Ne vicceljtek, úgy dobom most a szívem, úgy örülök. Tényleg? Nem hallok. De igen, jó. Mert... Mivel foglalkozol, mit csinálsz ki Németországon? Felületkezelő menedzser. Milyen kezel? Felületkezelő menedzser. Felületkezelő menedzser. Na, egy kis SMS-t írtál, ugye Jersey, aki a való világban bukkadt föl, ugye nem tudta, mi az a pácsó, az a nitrites pácsó, ugye eló egybe olvasod, azt mondta, hogy pácsó, te ugye csak annyit írtál nekünk, hogy Jersey most boldog, mert felavatták a pácsó arénát. Ezzel telettél a naphallgatója, Zsolti! Hát most hova küldjük? Köszönöm, srácok. Ne viccelj, hova küldjük az ajándékcsomagot? Van egy magyar címed, vagy valamilyen elérhetőséged itthon? Igen, a nővéremékhez. Vigyázz, le ne nyúlja a bögrét. Jó. Júli, vissza egy vadány kívül, és akkor fölírjuk a címet, jó? Jó, rendben, köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Nem a szívinfarktus fog elvinni, de ez nem baj. Nem rájön. Hát most takarítgatsz, mosogatod a padlót. De hova idegeskedjél. Csabikám, nem megzenéd lesznek ma is? Igen, és lesz játék is. Na. Csonka hétre gondoltam, hogy hozok egy játékot, 4 napon keresztül minden órában egy hónapos bérletet lehet nyerni, és pénteken van egy fődíjam, egy vibrációs edzőgép, ha értitek, mire gondolok. Igen. A ezt lehet megnyerni. Ezt, igen. És ehhez nem kell más tenni, csak megkeresni a legrezgősebb dalt. Ezt majd mindig megjelölöm egy ilyen kis hangeffektussal, és közben lejátszom majd természetesen az újdonságok közül a Balkán Fanatiknak az új dalát. Már csak pár hetet kell várni, és jön az új lemez, ami rajta lesz, ez a Feljött a nap. Szuper. Reméljük, hogy valóban feljön majd. Őrület. 5 kilométeres a dugó már az M5-ösön. Igen, én közben eszembe jutott, hogy ezt beolvastam már egy órával ezelőtt. 4-es baleset történt az M5-ösön. 2 kamion és 2 személyautó ütközött Lajos Mizsénél. Úgyhogy emiatt van ott hatalmas dugó. Jó. Ugye? Hát ez kemény lesz egy darabig. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Itt tudok tőle dalt kérni. Holnap már 3-an leszünk, jó. Jön János is. Ajándékok és élménybeszámoló és játék, amit akartok, mindent ő fog csinálni. Hétig meg se szólalom, csak én be se jövök. Hogy megsértődne, úristen szegény, egyikünk se jönne be hétig, igen. Jogosabb egyébként, teszem hozzá. Csabi, jön a kívánságműsor, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Csau, csau!